Sziasztok, ez itt az After Plus, én Sajó vagyok. Ezen a héten is elhoztunk nektek a legérdekesebb popkultúrális híreket és témákat. Kezdjük is el a szokásos műsort felvezető hírblokkunkban, Bicserdi Fülöp Ádámmal egyébként. Szia, Ádám! Hello, sziasztok! Először is arról fogunk beszélni, hogy a Chief Creative Officer lett a Lucasfilmnél filmnél Dave Filoni. Ez a Chief Creative Officer, ez egy önmagában úgy nem mondana semmit nekünk. Ez akkor mondva hogy hogyha tudjuk azt, hogy gyakorlatilag ő direktben Kathleen kennedy a Star Wars ö, atya fog ö, dolgozni, Keribek kell együtt, és gyakorlatilag azzal bízták meg, hogy mostantól nem csak a Star Wars-nak a streaminges tévés részét fogják, fogja őben hanem gyakorlatilag ő fogja a komplet Star Wars univerzumot is hát így, hogy is mondjam, vezetgetni. Úgy, úgy, úgy értelmeztem, hogy, hogy a narratíváért feleltet. Ő lesz hogy... a Kevin Feige a Star Wars-ba. Ne, ne, nekem ezekből a cikkekből igen. úgy tűnik, igen, mert mint hogy ezt majd meglátjuk, azért, mint hogy ezt most a, ugye lejártak a sztrájkok, és azért nyilatkozhattak ezekről először, az ilyen belső ügyekről, és hogy azért majd várjuk meg, hogy, hogy, hogy például mennyit engednek majd neki ebben a szerepkörben, de egyébként tényleg egy kreatív vezetői narratíváért felelős ember lesz ő. Azt tudjuk hozzá szerintem, hogy ennél kézenfekvő, egyértelműbb és abszolút várható lépés nem is lehetett volna a Disney esetében. Szóval, hogy a Dave Filoniról azt kell tudni egyébként, hogy gyakorlatilag a George Lucasnak az egy ilyen padeványa. Ugye ő írta a, a Clone Wars animációs sorozatot, de nem a Gendy Tartakovsky félét, hanem a 3D animációt ő írta. És amikor a Disney megvette a Star Wars-t, akkor tök fura is volt annak idején, emlékszel erre, milyen fura volt, hogy azt mondták, hogy mostatól csak a, a filmek, Kánon, meg a Clone Wars sorozat. És akkor egy csomóan nem értették, én például biztos nem, hogy oké, hallottam, hogy a Clone Wars sorozat amúgy nem rossz, de hát már egy gyerekmese, egy vasárnapi gyerekmese, mit, mit, akkor azt gondolom, maradjon mit, Kánon, hogy és mit a regények, keresőt. igen, a regények, meg a, a képregények, meg nem, meg tudod így. Nagyon fura volt, és szerintem ez volt már akkor is a cél, hogy láttatok azt, hogy, hogy ki lehet a mi George Lucasunk? Mert hogy amúgy Kathleen Kennedy nem az. Meg tudod, ahhoz képest, hogy amiket most látunk, hogy mekkora kapkodás van, vagy mekkora, ö, akár embereket cserélnek le egyik napról a másikra, rendezőket dobnak ki, mert más, más nagyobb ö, 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 franchise is, hogy ahhoz képest ez egy tök, még azt is kimerem mondani, hogy egy szép történet, hogy igen, a Lucas tanítványa eljutott arra a szintre, hogy most bejelentik, hogy tulajdonképpen átveszi, a, a, a Lucas szerepét. Ez egyébként ilyen Disney berkemből is ilyen meglepően sima sztori, nem? Igen, a Disney nagyon szereti is, hogyha ott, hogy ott, az egy családi cég vagyunk, ez nagyon fontos attitűd, és hogy így, ha egyszer valaki beválik, akkor az ott lesz 20 évig, ha jó, meg hozza a pénzeket. Na most a Kathleen Candy az érdekes, hogy ő a pénzeket hozta, de hát baromina nem volt sikeres a, 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 az új trilógia, meg a Han Solo film, meg a Zsiván 1 volt amúgy sikeres, bár szerintem a Zsiván 1 elkezdtük most már mai fejjel jobban értékelni. Jól, jól, jól öre öregedett. Igen, tett, az igen. én fejemben úgy van, hogy igazából az egész Kathleen Kennedy érából a legjobb Star Wars film a Zsiván egyes volt hát maradjunk annyi, vagy nagyon... Vagy a Kathleen volt szerep... a léc. <laughs> I I Igen, meg hogy a Kathleen Kennedy szerepe is eleve nagyon megosztó szerintem, szóval hogy nem, egyáltalán nem úgy él szerintem az emberek fejében, mint mondjuk a Filoni kert. az te új szóval szóval 20 20 láttad? Nem még mindig. Ö, ott, 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 ott abszolút szóval Kennedy van tondan? a központban egyébként. Azt tegyük is hozzá, hogy nem csak a Clone Wars miatt, mert azért a Filóni volt a John Favreau-val együtt, akik ugye a Mandalorian, ami kb. azért készült el, a Disney Plus, a Disney beszállt a streaming háborúba, és akartak egy nagyot dobni, és nyilván mivel fognak dobni már vele pixar a Star wars -a. és ahhoz képest a Mandalorian egy ilyen elképesztő siker lett, én meg nem azt kockáztatni, hogy popkulturális tekintetben a legnagyobb Star Wars siker a, második trilógia óta. Ennek a, farvizén elkezdték, ugye érezték a Star Wars-nál, hogy hoppá, itt valamit eltaláltunk, itt valami működik nagyon, elkezdték felépíteni az ilyen a Star Wars Univerzumot, hát mikor jött ki az utolsó Star Wars film? Nagyon rég volt már Star Wars film. Hát lassan ilyen évforduló lesz. E, így van, így van, és ahhoz képest meg lettő. Boba Fett sorozat, Obi-Wan sorozat, most az Asoka sorozat volt nemrég, animációs sorozatok készülnek, akkor mi volt még? Az Endor, amiről majd később beszélni fogunk, szerintem, és én biztosan. És elkezdték felépíteni az ilyen az csak hittük, hogy Skywalker mentes a Star Wars univerzumot, mert sajnos az a végén az azért összeért, és azért ott már lehetett sejteni azt, hogy így, hogy készülnek a sorozatok, de nem készülnek a filmek, miközben olvasom, hogy kik kerültek már szóba a Star Wars filmek kapcsolatban. Taika Waititi, James Mangold, a Charmin Obey Chinoy, ugye a Patty Jenkinsnek is volt, úgy volt, hogy lesz egy filmje, a Taika Waititi, azt lehet, hogy mondtam már, ebből Kevin Feige is mondta, hogy csinálja a Star Wars filmet, szóval így mindenkit bemondtak már, hogy csinálja a Star Wars filmet, de így effektíve nem nagyon hallunk arról, hogy ezek készülnének egyáltalán. Miközben a, a streamingen, mondjuk így négyből kettő általában bevált a Star Wars-t, mert a Book of Boba Fett meg az obi van a szar volt, a Mandalorian, meg az Endor az kurva jó, a nem néztem, mert... Nem, 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 volt egy ilyen érzeted, még visszautalva, amit, amit mondtál, hogy igen, hogy először ilyen, kell a tartalma Disney Plus-ra, csináljunk, tartsuk fenn, ezt a, tartsuk fenn az univerzum iránti érdeklődést a következő filmekig. Nekem akkor az elején így tűnt, Uga. és ahhoz képest egyszerűen jobb, jobban sült el pár sorozatok, és, és ez, ez az, ami szerintem még a Filoni mellett szólhatott, hogy basszus, ha nekünk... Ezek tényleg jók? Hogyha igen, meg hogyha ő házon belül, ráadásul tényleg Lukás tanítvány, a mentorátja volt, akkor még ez kifelé is nagyon jól fog ö, mutatni. Szóval hogy, hogy én, én azt érzem, hogy, hogy, hogy bizonyították a sorozat univerzummal, hogy, 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 a, hogy, a, filmeket is simán Meg lehet összeköt, bízni. meg az van, hogy úgy épített fel egy ilyen alternatív Star Wars világot skywalker nélkül, hogy igazából hozzákötötte a Skywalker-ekhez, hozzákötötte a nagy közös egészhez a, a képet, és csak azzal, amiről majd beszélni fogunk később, hogy olyan jó, hogy végre megismertem azt a mandalóri világot és Nekem ez nem volt meg ősz, szóval nem mostom a regényeket, meg a képregényeket, nekem ez kimaradt, és százszor izgalmasabb, mint a, a Jedi, 28 millió modik, itt is van egy Jedi, ott is van egy Jedi. Jobb egyszerűen, jobb látni az, hogy egy nagyon kompakt sztori van. Oké, hogy van benne Baby Yoda, meg van benne Cuki Robot, meg kötelező elemek, de hogy végre az a világ, hogy én el akarok veszni abba, hogy űrlények, izé, tudod, Star Wars, a játék. És a, a ezt a filónék nagyon jól csinálták szerintem. De hogy a filónében még azt is érzem, hogy, akár, na, hogy ilyen, ilyenben lehet, hogy szabad kezet adna, tehát hogy meg, megengedni azt, hogy mondjuk egy, -egy rendező kicsit bátrabban nyúljon az Ő, ő, az, jön, az az, ő azt, ő látja, hogy hova fogja kivezetni ezt a trónadmirális, meg a, 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 Rebels, hogy ő látja, hova, hova tartott, tartanak azok a szálak, amiket igazából ő kezdett elcsinálni a Clone Wars igen, igen, Jó, hát akkor reménykedjük abban, hogy az van, a Filoni az egyetlen ember szerintem, aki, akire ezt a munkát rá lehetett bízni. Ez is nem egy hogy, hogy vagy ő, vagy, vagy bárki veszi át, az nem lesz úgyse jó. A következő téma az pedig egy egész friss élményed állám, ugyanis most láttad nemrég a Semmelweis filmet moziban. Öö, kérlek, mesélj nekünk az újabb magyar történelmi filmsikerünkről. <laughs> öö, igen, dél délőtt néztem, és att attól féltem, hogy olyan lesz, mint a trailer, és és sajnos olyan, mint a trailer, mert mint hogy nagyon szimpadias kamerában nézések, párbeszédek, és az bántotta legjobban, hogy, hogy ez egy tényleg marha érdekes karakter, a Semmelweis karaktere, ilyen nagyon kiállhatatlan, mindenkivel összevesző figura, mint az elbeszélések szerint, amit megpróbál a filmben mutatni, de, de, mégis ilyen nagyon egyszerű, nagyon fárasztó hős film lett belőle. Tehát, hogy, hogy ami, ami, miatt szerintem jó lehetett volna ez a film, hogyha tudod, egy olyan karaktert nézel végig, akit kb. a környezete utál, már az ilyen jelei akár annak, hogy, hogy egy ponton teljesen bele fog őrülni ebbe a hajszába, hogy ő megtalálja a megoldást. ehhez képest egy, egy, egy ilyen fárasztó töri legskelet kellett belőle, am, amiben nincs, nem, 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 tudok egy árnyalt karaktert nagyon neked mondani belőle sajnos. Hol helyeznéd el a, a magyar filmgyártásnak a, 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 nagy skáláján? Azért a, ugye a Koltai Lajos rendezte, aki egyébként, hát ezért nem egy rossz név a Koltai Lajos, a, de akartak, hogy az egyetlen olyan ember, aki az új eszefébe be, beleállt úgy, hogy van is valódi értékelhető ő, filmes munkássága a színészek között itt látom a Vecsei Hámiklóst, de egyébként az érdekes, hogy a ilyen nagyon forró, trendi magyar színészeket, így látom, itt még a Patkos Mártont látom, hogy elvileg benne volt a filmben, é, nem tudom, hogy észrevette, de a Lengyel Ferencet. Be, a, abszolút. ne egyáltalán nem a színészekre akarom őkenni, uh, kenni. Az, ahhoz képest, amiket például a Vecsé nyilatkozott a filmről, az alapján egyéb hasonlókat mondott, hogy ez mennyire jó ez a karakter, hogy végre nem egy ilyen klasszikus hős. Ahhoz képest én azt láttam, hogy ők is ők se tudtak mit kezdeni azzal, hogy ezért nem nagyon lett árnyalva a, 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 karakterük, sajnos. Vagy, vagy nem lett úgy árnyalva, hogy ez mai nézőnek izgalmas legyen. Nagyon, nekem nagyon régi iskolás vagy. Tehát, hogy jól, egyébként jól néz ki, nagyon szépek a korhű díszletek, ez, ez a semmi baj nincsen. A, a sztorival, meg a dramaturgiával volt a fő bajom. Aha. A képileg milyen, mert azért csak egy Oscar-díjra jelölt operatőr rendezte. Ö, ez, ezt ez mondom, hogy, hogy az az, amiben egyáltalán nem nem tudok belekötni, amiben be tudok kötni, vagy ami engem, vagy az én ízlésemnek sok volt, ez a rengeteg közeli felvétel, ahogy iskolás, néhány mellékszereplő ilyen nagyon iskolás módon belemondja a kamerába a, a, a nagy ö, ö, mondatokat. Ö, te mennyire látod a, a mostani történelmi kurzusfilmes időszakban, ezeket az újabb ilyen aranybulla, elkurtuk, és blokkád, és többi hasonló. Nem tudom, mennyire vagy ezekkel képben, én látod őket, én elkerülni őket, mert... mert Úgy érzed, hogy nem hozzád szól? Vagy... Hát amikor a kormány megmondja, hogy történelmi felemeket kell csinálni, és akkor a kormány ö, osztja be, hogy kinek ad erre pénzt, és akkor a, a, a kötelező, a, a Rákai Filipptől kezdve a, a kálomistáig, meg ilyen arcok kapnak itt elképesztő pénzeket, akkor nyilván van egy hátsó szándék ezekbe a filmekbe. Hát könyörgöm, a, a, az elkurtuk, az nem készültet volna el, hanem a Fidesz irányítja a, a filmtámogatásokat. Szóval, hogy ilyen szempontból kérdezem, hogy, hogy ez az attitűd megtalálható-e a szemmel Weissbe egy kicsit? Nem, nem bántóan, az, az Nyilván, de hát hogy ez, ez abszolút a szóri rész, csak ezt is lehetett volna szintem elnyomtatatban bemutatni. Ugye 1847-ben játszódik egy békés klinikán, ahol vannak osztrák és vannak magyar, meg még se orvosok is, és megpróbálja azt kibontani a film, hogy mennyire gyűlöli a, a, az osztrák ö, orvosi elit, a magyar, magyar. Tehát, hogy már ott meg megmutat... ah, Minket mindig utálnak igen, és elnyomnak Aha. Igen, ez, 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 ez megint megjelenik, és egyébként. Ez tényleg valószínűleg ott a levegőben lehetett, ö, ö, nem mondom, hogy a, nekem a legpontosabb a tudásom arról, hogy, ott, hogy ez hogyan zajlott, de a filmben nagyon, ez is ilyen nagyon iskolás, meg, meg fekete-fehér módon van bemutatva, hogy a szemét osztrák orvosok csak gáncsolni akarják a magyar orvosokat. Miközben basszus, tényleg egy, egy a szabályokat felrúgó, megszállott orvost nézünk, tehát, hogy még, még szép, hogy kiakasz ki az osztrákokat, nem tudom, szóval lehetett volna ezt is. Aha jobban bemutatni szerintem. De akkor, nem, akkor erősen nem érezni azt, hogy, 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 hogy ennél erősebben, hogy nagyon megint el akarok magyarázni a, valamit a, a hatalom azzal kapcsolatban, hogy mi magyarok vagyunk az extra, extra, tehetségesek, csak a rohadt európai szomszédaink ezt nem akarják, hogy, ki, hogy, hogy, kibontsuk. Nem, én most ebbe speciál nem, hmm. nem olvasnék bele ilyet, vagy nem is volt ilyen érzete, hmm. érzetem, inkább csak egy egyszerűen a megvalósítás nem texett. Amúgy mm. imdb 7.3-nál áll a film. Azért, mert gondolom a, a kapott támogatást a film arra, hogy kiutazhasson a Los Angeles-i magyar filmfesztiválra, ahol ünnepélyesen bemutatták, majd díjazták is. Szóval érezhető, Ez hogy volt no, az a fesztivál, ahova nem, nem mehetett ki a, a, ne, az, 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 is, az is túlzás hogyha azt mondanánk, hogy nem mehetett ki a rejszfilm. azt hiszem, annyi történt, hogy mi egy korábbi rejszfilm szerepelt ezen a fesztiválon, mert a, a az, abban a rossz versekben... Abban volt, állami pénz, így igen. van. És ilyenkor az történik egyébként, ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor a Nemzeti Filmintézet is a forgalmazója mm. világszinten, mm. és a, az újraeszt filmnek meg nem. Tehát egy teljesen más mm. forgalmazója van, és ők teljesen más intézik a mm. fesztivál szereplését. Szóval ebbe például pont nem ö, tennék mm. ilyen ö, politikai szándékot, itt egyszerűen az történik, hogy a Nemzeti Filmintézetnek van kint egy támogatott fesztivál a Los Angelesben. És lehet, hogy ott nagyon szerették a filmet. Uh -huh. És azért 7 nem tudom, 3 7,3 egyébként. De úgyhogy, hogy, amúgy három nap múlva jelenik meg hivatalosan. Igen. Jó, azért hittem, ajánlod a filmet? hogy így egyszer nézősnek lehet hívni azért? Ahhoz érdemes megnézni ezt a filmet, hogy, hogy, hogy képbe kerül, hogy most ez egy viszonylag kiemelt projekt, nem viszonylag, mm. ez egy kiemelt projektje volt a, a, filmintézetnek, tehát hogy így költségvetésben is, promócióban is úgy látom, hogy ilyen blokád szintjén, meg Petőfi film szintjén van majdnem, úgyhogy szerintem azért érdemes megnézni, hogy képbe legyél, hogy, 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 most mit szeretne a, 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 a filmintézet, mm. milyen filmeket szerintem erre tényleg érdemes mm. megnézni. E vagy emiatt. Igen, csak be azt látjuk, hogy gyakorlatilag most már ezekben a témákban a sorra jönnek ki a filmek, tényleg a Aranybulla, Szemmelweis, Elkurtuk, Blokád, csupa-csupa történelmi témájú, vagy valamilyen történelmi eseményt feldolgozó film, és egyik se lett sikeres. Még úgy sem, hogy mondjuk hogy az Elkurtukra buszokkal vitték a diákokat az iskolából, hogy, hogy, hogy lássák, hogy a gyúlcsa, milyen szemétlána ember volt. F Félek, hogy ez sem nem, nem olyannak tűnik, aminél azt érzem, hogy, hogy majd ezzel erre lehet mutogatni, hogy na ez viszont bejött a nézőknek. Na, majd a Hunyadi. Az sorozat lesz? Igen, igen, igen. Meg igen. a Petőfi film. Meg ugye? a Petőfi film, aha. Hát jó, meglátjuk. Meg, meg tényleg a, mindegy, nem... nem a, a, inkább arra hegyezném ki, hogy tényleg kár, kár ezért a... a Amúgy amú szerintem tök jó alapanyagért. Tehát ugye, ennél, ennél a szorinál nem éreztem azt tudatot, hogy miért ehhez nyúlunk, amikor tök jó kortás problémákat is fel lehetne dolgozni. Ez szerintem tényleg egy jó történet. Hát azért, mert tudod, könnyebb újraértelmezni a saját történelmünket, mint a jelenünket ö, rendesen feldolgozni, és ö, ez nyilvánvalóan ezért nem ad pénzt mondjuk egy ö, magyarázat mindenre típusú filmre a Magyar Filmintézet szóval, és ezért röhögnek a, a filmesek az inkubátor programos hogy minek pitcheljünk bármint, ha ti egyféle filmet szeretnétek, olyan filmeket, amik nem szólnak a máról, hogy a mai magyar emberek ne a foglalkoznak, hogy mi van ma, hanem mi volt régen, mi volt régen, minket elnyomtak, levertek, kiasználtak, rohadt politikusok elvették a jövőnket. Jó, ezt én mondom, nem az Ádám szóval nem az Ádám szájába akartam adni ezeket a gondolatokat. E, akkor ez volt a szemmelvejsz, és akkor következik most Kerser Máté is a műsorba, és akkor fogunk beszélni még a utolsó hírblokkban. És akkor a hír, ide a hírblokkunkba beúrik hozzánk Kersen Máté, szia Matka! Szia. Te pedig, mint a házi kányéves szakértőnk, a jó reg kányénak a az ilyen soft visszatéréséről fogunk beszélni, mert hogy kiadott egy új zenét, amiben enyhén antiszemita megjegyzések vannak, Ezt lehet tudni, hogy a Kanye kicsit megzuhant meg az elmúlt időszakban, gyakorlatilag így nácikkal parolázott, szélsőjobbosokkal szerepelt, Ő saját maga is elég kemény antiszemita megjegyzéseket tett, gyakorlatilag mindenki szerződést bontott vele, mindenki kirúgta, ott hagyta a családja, ott van, ahol szerintem volt a karrierje elején, legalábbis itt tipre. Hát igen, elég hálátlan feladat Kányi szakértőnek lenni mostanában szerintem, és ezzel sokan egyet értenek, akik egykor rajongtak érte, vagy még mindig rajonganak érte. Hát ugye majdnem pont egy éve történt az, hogy a Alex Jones, aki azt hiszi, talán máig reméljük már belágyult, vagy így, így megtért ebben a, a kérdésben, de azt, azt vallja, hogy a az egyik school shooting Amerikában, egy iskolai lövöldözés, az kb. meg volt rendezve. Na, ennek az embernek az Infowars című műsorában ült Kanye, aki azt mondta, hogy kb. azt mondta, hogy minden embernek az Infowarsban azt mondta Kanye, hogy minden embernek vannak kvalitásai, mindenki lettett valamit az asztalra, főleg Hitler. Tényleg, és plusz, ezt tényleg így mondta. Plusz, igen. especially Hitler, így mondta, igen. plusz hát ő is, ő is keresztény volt, mint Kanye tartja magáról. Ja, ja. Ez volt az ilyen utolsó csepp a pohárban, és azóta egyébként mondhatni eltűnt, bár egyre inkább lehetett látni mostanában, és most elméletileg Szaúd-Arábiában dolgozik az új albumán. Nem akarok újra mutogatni, de hogy olyan érdekes, hogy a szaudiak azért mindig adnak egy lehetőséget, hogyha ne, már azt mondja, hogy ő már egy 31 évesen nem akar többet fotizni, akkor még mindig ott várják 200 millió dollárra évente, szóval gratulálok ismét a Szaudi. Minden Saudi... út Így az... van, minden, minden, ember, aki tehetséges, de egy szar ember, az megtalálja a szállításai Szaudarábiába. Köszönjük szépen az otthoni hercegségnek. Igen. Úgy belengedte, hogy fontos tudni, hogy kb. másfél éve nem jött ki zenélje és most így ilyen rájellemző módon visszapróbált térni, és az egyik csikágoi rádió adón uh, lenyomták le az új számát, ami végül, bár nem hittük, de streaming platformokra is felkerült. Ez a Vultures című dal. Kesejük magyarul. Kesejük, uh, amiből levágta Lil aki amúgy eredetileg rajta volt, meg bám g is, mm -hmm. ha jól tudom, és maradt rajta Tidal a szájnal, akivel amúgy készülnek egy új albumra amit végül nem mutattak be az időpontban, amire belengedték, hogy bemutatják. Tehát alapvetően nincs itt semmi új, tehát ugye a munkátikát tekintve, a ahogy Kányi dolgozik, abban semmi új nincs. Mond valamit, és nem tartja magát ehhez, ezen már rég túl vagyunk. Mm -hmm. Viszont ami ijesztőbb, hogy eltelik másfél év, és az az ember, aki a 2010-es évek egyik legfontosabb replemezét megcsinálta 2010-ben. Az a... elmúlt 25 év egyik legnagyobb hatású dolója mondjuk. A, ki. Talán a legnagyobb hatású rapper a modern korban, mondjuk a 90. tehát 2000-től számítva, uh -huh. amikor beatmakerként így szóba jött. Egyszerűen ki kell mondani, hogy valamilyen szinten már nem fog tudni visszatérni, és amikor visszatér, akkor tehát olyan méltatlan ahhoz képest, a diszkográfiához képest, amit ő amúgy létrehozott, hogy a dalban például olyanokat ejt meg, csak hogy beszéljünk magáról a dalról, ami tényleg egyrészt zeneileg értékelhetetlen, és szövegileg is, mert hogy olyanok hangzanak el benne, hogy hát ő már hogy lenne antiszemita, hiszen most szexelt egy zsidó lányjal, Viszont annyiban antiszemita, azt azt, 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 elmondhatjuk, hogy Kanye-nak volt egy menedzser, akivel ö, nyilvánosan szakított, aki zsidó származású, és a felesége is az, nekik például direktbe beszól, hogy az ő feleségével is lefeküdt, ez az a menedzser, aki menedzseli Justin Bieber. Scooter Brown? Igen, igen. Ez egyből azután a sor után hangzik, hogy már hogy lehetne ő antiszemita, hogyha a zsidó lányokkal szexel. Majd, euh, ami tök jó Átkötés, ha már Alex Jones-t Emlegettük, aki relativizál Egy iskolai lövöldözést Kanye megejt egy olyan sort, hogy Szintén nagyon szomorú Ez a We came in with the trenches Azért romokból Uh, ugye például az AR-15, ami egy, leghíresebb ilyen amerikai lőfegyver, az nagyon hírhet arról, hogy, hogy kb. pusztítás végez még a térben is. Tehát, hogyha valójában itt egy ilyen nagyon egyszerű és nagyon ilyen méltatlan és alantas sor előtte Jimmy butler emlegeti, szóval valójában minden elemében kányés, viszont lírikailag, tartalmilag és, és zeneileg ez valahogy úgy nem ér össze, hogy ez az ember nem tudom, hogy valaha tudja majd rehabilitálni saját magát. Azt talán részben szomorú, hogy az emberek azok már rég egyébként, hogy mondjam, felmentették, vagy nem felették el, hogy mit mm. csinált. És hogyha olyan bugyrában vagy az internetnek, azt fogják mondani erről arról, hogy ez jó, mert annyi kányészten van ja. még mindig az interneten. Viszont az alapvető vélekedés erről arról, hogy ez, ez, ez nem az az ember, aki a <laughs> nem tudom, akár a íz csinálta, hogy nem menjünk vissza a My Beautiful Dark Twisted fantasy -ig. De igen, érdekes lesz látni, hogy vajon megjelenik-e a Tidal a Kanye album. Egyáltalán ez rákerül-e? Mert ez nem az a Kanye, az biztos, aki, Hát terviztő. én azért azt látom, hogy a, a Lee, Lee, Lee Baby vagy a Da Baby volt, aki kiírta magát a homofób dumájával a, a popi parból legutóbb. Da Baby volt, vagy igen. Vagy mondjuk a menzon nás látom azt, hogy annyira visszajönne, vagy a, vagy a Johnny Depnés is érzem azt, hogy hirtelen most, hogy a, a pere végül is a perét, most annyira beindult volna a karrierje. Szóval, hogy, hogy is mondjam, azért így ilyen lehet azt várni szerintem, hogy, hogy a szuper tehetséges embereket még egy ilyen hullám se sodorhatja el. Én azért azt látom, hogy de. Ha nem ilyen. is teljesen, de hogy, 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 hogy nem fulladnak bele a sodrásba, de hogy nem is a hullám tetején szörföznek, az hozzi biztos, és annyi meg, annyi meg szintén talán fontos megjegyezni, hogy egy albumnál fog szerintem eldőlni, hogy hol is áll most Kanye. Ő az nagyon jellemző volt rá, hogy ő sosem ment rá a kis lemezekre igazán. Megjelent ez a cucc, szerintem itt sokan nem is tudunk róla, mindenki sok sokak mellett elment. Még ilyen sorok mellett is, ez mondjuk. Még burvál... ilyen sorok mellett is úgy ment el egyébként, hogy rákerestem, és nyilván a legtöbb fontos sajtóorganom ezt megírta, de valahogy nem kavart akkora port, ez csak jelent valamit, viszont egyébként ez az ember, tehát olyan diszkográfiáról beszélünk, ahol a cuccok vagy megjelennek, vagy nem, utólag variálja át őket. Utólag variálja át, a igen, a Donda 2 egyébként a Pablo is ez volt szerintem. a Pablo az mikor kiment, még nem volt kész. Szóval alapvetően nem reprezentatív egy kis lemez, az ő szerepé, tehát ha az ő szerepét nézzük, az album az majd nagyon sok mindent el fog mondani, de szerintem, hogyha majd ránézzünk az eladásokra, nem fog azért uh, szűkölködni streamekben. Hmm. Szóval uh, még, még ez egy hosszabb kérdés, hogy kommercionálisan mikor lesz uh, leáldozóban az ő csillaga. Zeneileg egyébként leáldozóban van sajnos most. Meg hát ugye vesztett a... Meg azért figyelj... Tilek miatt hát vesztett meg a... nagyon, sok nagyon sok millió sok pénzt. dollárt. az van, ő már nem lesz soha azon a szinten, ahol volt előtte. Mondjuk ezt ki szerintem. Igen, egyetértek. Ugyanazon a szinten biztosan nem lesz. Szerintem nincs is lesz szükség azon, hogy szerintem, aki ilyen, aki ennyire artisztikus ellenbeteg, hogy elmegy a tévébe, hogy elkezd zsidózni, és azt gondolja, hogy őre, ő még így is érinthetetlen, hát nem az. Szerintem ez most kiderült. És uh, nyilván lesz egy csomó idióta, aki a Kanye iránt érzett tiszteletét, azt erősebbnek érzi, mint azt, hogy az, az, ez a fasz, ez ez, ez, ez mit kommunikált magáról az elmúlt időszakban, de hogy szerintem ezt, ahogy láttuk, hogy tényleg a depp a Menzonnál és egy csomó embernél. A Gina carano se hallottam azóta, hogy ott hagyta a mm. Mandalorian, hmm. szóval én nekem is tőle Köszi, akkor ez volt a, a, a hírblok, és akkor most következik a, a hét témája. Na és akkor következik a, itt a hét témája az After Plus-ba, ahová becsatlakozik hozzánk Antal Bálint is. Szavaz Bálint. Csumi. Igen, mo most össze az After, After Plus-ban, Szia itt. Arról fogunk beszélgetni egyébként, pont ha már, hogy ki, mit látott régen, hogy a hét témája az RTL, pontosan az RTL-nek az őszi ilyen content dumpingje. Gyakorlatilag itt az afterben az elmúlt hetekben, hónapokban nem volt olyan hétvégénk, hogy ne kellett volna valamilyen rtl műsorra foglalkozni. Mind a négyen írtunk már rtl s műsorra. Ugye volt a, ugye a, Voice, a Lego Masters, az Árulók, a Kanapé Hosszárok, de még a Bájn, még a Survivorról is írt még nagyon, nagyon régebben. Szóval, hogy látszik az, hogy az RTL az idei őszt, azt így nagyon durván arra tette fel, hogy csupa új műsort hozott be piacra. Ádám, szerinted ez mennyire lehet összefüggésben azzal, hogy az RTL ilyen másfél évvel erősen veszik a TV2 eszembe? Abszolút ezzel van összefüggésben, szóval ilyen típusú content dömpinget én magyar kereskedelmi tévétől rég láttam, hogy, egy, hogy ősz közepén ennyi, ennyi új műsor indul. Ez, ez olyan ami, ami, saját gyártású. Mi se tudjuk olyan követni, és azért így felmerül egy csomószor az, hogy ezek közül melyik az, aminek van létjük, és úgy csak melyik az, nincs. Kezdjük a voice -a egy picit, Mondjuk az volt az egyik első. Azt ugye Matkában te is belenéztél, Ádám, mi is néztünk belőle részt, úgy meg friss info, hogy a RTL pont ma jelentette be, hogy jövőre lesz X-faktor, ami azt jelenti, hogy valószínűleg Voice nem lesz, az a tippem. Azért lehet ezt számítani, hogy nem, hogy az x faktort visszahozzák, ugye Ádám pont te írta arról, hogy nem volt jó nézettsége a voice -nak. Na, szóval ez mindig egy nehéz kérdés, amikor behoznak egy új, tehát bejáratot az X-faktor, tehát így évek óta ilyen biztos pontnak számított, marha jó nézettséggel, és hogyha e helyére beraksz bármit, akkor az nagy, nagy eséllyel, nem, nem, nem fog olyan számokat elérni. Szóval szerintem ezzel a kockázattal tisztában voltak az RTL-nél. Talán ez az évad az bizonyította a Voice-nál, hogy mégis inkább vissza, vissza kell nyúlni X-faktorhoz. Kicsit ezek ilyen ellentmondásos nyilatkozatok, hogy akartunk újítani, és nem számít annyira, hogy ez most nem ment jól, de közben meg nekem ez ellentmondásban van az, hogy jövőre megint visszatér az, az X-faktor. Meg azért itt az is benne van, nem, hogy a, azért mivel ment szembe a tv ugye a Starman star -a volt egy sávba, ami kb. a legnagyobb húzó műsor a tv hát maga Orbán Viktor reklámozta már a Starman star -a, a, TikTokon, szóval ezen is versenyezni, de hogy, nem tudom, Matka, te, aki itt civilebben látod a voice-t, te miért érzed azt, vagy érzed -e azt, hogy egyébként a koncepció az nem is tanálja meg a helyét itthon, vagy érezti ezek a bármit, hogy az x faktorhoz képest kevesebbnek tűnt -e a voice mondjuk? Nem tudom, én éreztem az újításnak a szándékát amúgy, meg azt, hogy, a, hogy az fellép, ott felép emberek azért tehetségesebbek, mint egy x faktoros hmm. ö, olyan kör, amikor ki kell szórni így a, a, a ott volt Manuel, akinek szerintem a szerepe szintén az, hogy akkor hozzuk be a trappes, hip hangzásokat. Ő fel is karolt olyan embereket, az viszont lehet, te jobban tudod, hogy abból kijutott be, vagy ki sem. De hogy például Echo is besegített a műsorba, szóval ezek ilyen, olyan dolgok, amiket nem feltétlenül láttál volna jönni, hogy, hogy az új generáció így be, bekerül ebbe a televíziós közegbe. Uh, és hogy amúgy nem tudom, szerintem egy jó formátum, én nem, én nem, nem voltam ellene. Meg. Kivéve az első résznek az introját, amikor előadták ezt az ilyen nagyon megrendezett, ilyen közös A A zsűridalt? A zsűridalt, amikor így átmennek így a folklórból a... a... Miklós Erika Miklö... operát azt Operából a, opera, tepp, opera, a trappe, meg ilyen, ilyen újpesti gangster hip Az a... béna volt. Ebben a Curtis a négy kert mondja, csak hogy megvédjük, és yeah. nem, a, nem, az M -betűs szót, mint sokan hitték Reddit Hú, ez közel volt. Nekem egyébként személy még annyi bajom volt az, a, a, a voice-a egy kicsit, hogy én azt éreztem, hogy szerintem ez a zsűri, ez nem... Ez hát nem nagyon volt vegyes felvétel. Szóval, ami, kiderült, bocs, az, hogy a Curtis amúgy nem rossz, mint hogy sokkal összeszedettebb és szórakoztóbb, mint amire szállítottam, és a, a manuel faszán kették egymást. Ha, ha, valami, ami hiányozni fog, mert hogyha nem folytatják, mm -hmm. vagy nem lesz sokáig új évad a voice-ból, ez a Manuel Curtis páros mm -hmm. nekem egyébként. Szerintem tök jól működik. Meg az, ahogy a Manuel így őszintén tudja prezentálni magát amúgy, szerintem az tök, tök meglepő volt, hogy egy olyan ember, aki miért aggódhattunk, az úgy ült hogy így szépen megindokolja a véleményét, nem tolja túl a szereplést, nem játsza túl, nem színészkedi túl, ez szerintem tök pozitív volt az mm -hmm. ő szemével kapcsolatban is. míg a Trokanóra ez tényleg egyébként. Igen, meg hogy is mondjam, inkább akkor a Manuel no ebbe az X-faktorban, nem? Mert ugye a következő évadban én azt látom magam előtt, hogy vagy a Curtis, vagy Manuel, vagy mind a kettő, hogy a Bajalax nem lesz. Valószínűleg ez lesz a megoldás egyébként. Szerintem is. Akkor még a Voice-ról beszélni? Én kicsit azt hiszem, hogy bennem is ennyi volt. Fidi, az, erre mondjuk pont is szerintem, hogy a TV2-es Voice-nál jobb volt. Igen, abból ilyen morzsák megvannak ha. amúgy, de igen, érezhető, érezhető különbség amúgy. Meg hát látjuk a jayburn a szerepét, hogy ő azért így felfutott. jayburn nek ejtik, nem Jabernek? De jó, de ő most ő szerintem így felfutott J. volna a műsor nélkül is, mert azért, mikor már a műsorban felbukkant, akkor már volt, voltak olyan, akkor ki aztán a, 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 az, a Pogányindló száma is például talán. A Pokágyi volt a címa adalának. Hát jó, jó, jól jött ki a hogy Igen, Igen szerintem ez egy mindkét, mindkét oldal, oldalról egy ilyen jó húzás. Kellemes termékkapcsolás. Kellemes termékkapcsolás, pontosan. Uh, jó, akkor incsük is búcsút a Voice-nak, mert elég valószínű, hogy jövőre már nem lesz az rtl ha lesz X-faktor. Beszéljünk egy kicsit a Lego Masters-ra, mit szóltok hozzá. Már, arról, nem tudom, azt láttatok -e rajtam kívül, belenézett-e bárki más. Mi, 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 így öregek belenéztünk. Comfort uh, TV. Abszolút Comfort tv nem? Abszolút, és meg meglepő is, hogy ilyen fut egyáltalán főműsorítőben, magyar tévében, ben mert annyira megnyugtató Mi ez az egy egész. Szóval 7 fél kezdődik, ami egy ilyen fura sáv azért, de hogy hát figyelj, ahhoz képest, hogy, hogy én már megörülök attól, ha RTL-t kell nézni, mert mindenki ordibál folyamatosan, a zsűri, a szereplők, a mindenki, és olyan jól legomásztasz be, hogy senki nem ordibál. Puskás Peti is így ilyen távolról nézi ezt, nem akar jobban belefolyni, kicsi, ha van egy kis dráma, a kódom de nem erőlteti a drámát, és tényleg annyi van, hogy emberek építenek legóból valamit. És ennyi. És ez nekem, miért ennyire, báliz? Érdekes koncepció. Mert... És az, az merült fel, ugye erről beszélgettünk, azt hiszem miután megírtad a cikket, hogy miért képződik, a, talán a mi generációmban inkább, vagy, a, vagy az ilyen nálatok egy félre fiatalabb generációban egy párhuzam a Domino d a Lego Mastershez. Azért, mert ha belegondolsz, az is ilyen komfort tévé volt, hogy ugye amikor Há. volt a Domino d akkor... Hát azért az stresszes volt. Hát jó, eldől az összes, a összes dominó, dominó. Domino de, jó, de azért... Volt, meg a versenyre kellett építeni, ugye, hogy jött a Domino, és akkor ki kellett rakni. Az jó, de azért nézőként ugyanaz volt a funkció, hogy ősz, és másfélen keresztül nézed azt, hogy emberek király dolgokat építenek. ez lesz egy és... tetőpontja, nem? A Legónál nem tudom, hogy mi lehet no. az a... Hát hogy elkészül az építmény. Hát, és azt utána zsűrizik. Aztán, igen, 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 legyen, legyen, valós, és ugye? igen, de nem ledül az épület. Figyelj, Nekem nem... nagyon izgalmas volt az, hogy, a, hogy mondom a kedvencetek, az volt, hogy volt egy srác, ez anyjával indult, és nagyon erősen eljártott a arra, hogy a nagyon legózgat fi a felnőttként, ha mekkora lúzeri esmi, és olyan menő volt, hogy ha. ő volt a legjobb, az a páros volt a legerősebb, olyanokat építettek, hogy így, wow. Ha. És hogy ilyen izgóly nem izgulsz, inkább csak az van, hogy ugye ezt mondták sok helyen, hogy az ilyen angol főzőműsorok, meg süteményműsoroknál, hogy olyan jó azt látni egy műsornál, hogy arról szól, amire meg ha. van hirdetve. Azért az az X-Faktor, ha már arról beszéltünk, az egy csomószor mindenről szól, csak nem arról, hogy emberek énekelnek a Starbox-ban. <laughs> ne, ne spoilerizünk még a starbox szóval az azaz ja, mondta... spoilerizünk. tényleg hogy oh, Fél órát. Igen, igen. Hát de hogy lényeg az, hogy a, a nekem egy ilyen, én meglepődnék rajta, ha az RTL tovább ezt a koncepciót, mert hogy így, ilyen kiegészítő műsornak tök jó, de hát nem nagyon hinném, hogy ez, a, ez az a húzó műsoruk, mert a starbucks sal látszik az, hogy az emberek mit szeretnének látni valójában. Meg, meg ahhoz lehet, hogy drága, hogy már mit hogy ez felhúzja ezt a stúdiót, a karbantartani, igen. Hű, igen. igen. Jel. Még annyit akartam behozni ezt, hogy, hogy én, én, például imádom a, a, a Great British Bake Off-ot, és tényleg a Lego Masters, ez pontosan, pontosan ez, jó. hogy hétköznapi emberek kiteljesednek abban, amit iszonyat szeretnek csinálni, szerintem ezt nézni amúgy komforté, vagy ilyen megnyugtató mm. műsor számomra. Hát meg ami felmerült köztünk, hogy milyen, milyen formátumokat lehetne elterjeszteni. Például az, hogy azt nézd, hogy emberek azt csinálják, amit szeretnek, néznék akár festő embereket is. Vannak van már ilyen festő streamek, Twitch-en. Ja, 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 bármi, freestylozó embereket. Szóval ah. egy, -e csomó olyat, ami így elfér a műsorban, ha a Lego elfér, szerintem. Max, egy bajom van egy kicsit, hogy hiszem az RTL azt nem ugratta meg jól, bár valószínűleg nagyon nehéz lehet ö, azt megoldani, hogy képileg izgalmas legyen a Lego hmm. építmények bemutatása. Szóval, hogy Abba egy picit kreatívabb operatőri munkát el tudtam volna viselni, de lehet, hogy az kicsit nehéz, 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 lehet, mert lehet, hogy egy GoPro-t el tudtam volna viselni a fejükön a versenyzőknek, hogy volt valami egy kicsit, hogy így ne csak ilyen totálból lássuk a építményeket, meg néha bement a kamera, ahol be tudott menni. Ennél egy fél fokkal izgalmasabbat tudtam volna viselni, de vagy nekem az elég, hogy emberek legóznak. A legjobb élményem idén Magyar Kert az a legózás volt, esküszöm. Dumanjunk a Starbucksra? Végre. Jö, a Starbucksról. Az van, hogy az egyetlen RTS műsor, amit mindannyian nézünk szerintem. Elvét. Egy, elvét. Igen, az hogy, az van, hogy a, Szerintem, szerintem, én a muszájból is nézem, Ádám is, de igazából ti is kezdtek most, meg, sőt, Bányt is muszájból néztem a múltkor, de ti is kezdtek így visszatérni -vissza a Starboxhoz, pedig azért valljuk be, hogy voltak éppen mindennel szemben megy, mint amit képviselünk a kultúrával kapcsolatban, hiszen valamiért celebnek mondott perc emberek összeverik egymást. Te legalább tényleg összeverik egymást. <haz> Amúgy ez igaz? Igen, szóval, ez hogy az igaz. szóval, hogy ebből a az szempontból szerintem autentikusabb, mint egy bármilyen kamuvat élkedő, ahol... Tehát, hogy itt ezt nem nagyon tudod megrendezni, szerintem. Igen, és pont a tegnapi istenes VS volt az, ahol, ahol, tényleg valódi érzelmek voltak, ott tényleg Abszolút. berágtak egymásra, tényleg beszóltak egymásnak, tényleg ráfeszültek egymásra. Mm. Ami azért valami jó, mert hogy az RTL most így jól kibaszott magával, mert így nem azt mondom, hogy a két legismertebb arca, de azért a top, de azért a benne van olyo, mind a kettő. Most valószínűleg nem fognak szívesen együtt dolgozni egymással. Dolgoztak ők eddig együtt bármiben? Talán nem egyébként, meg azért a rácenő egy, elég nehéz eset, mert azért a fejtsük hogy ő azért ugye ő alapvetően egy szakács akiből tévés szakácsot csinált, azt szóval neki nagyon Most más, más celebet. nagyon más onnan jön. Bár egyébként hozzátenném, hogy Rácz is arról környékre jön, mint én. Szóval az, hogy ő, ő, ennyire kemény arc, azért annak van egy, van egy háttere szerintem. Azért ott nem volt könnyű felnőni azon a környéken. De hogy az tényleg földül, és azt látni, hogy ezek szétverik egymást. Hát, hogy itt őszintén azt mondom, hogy így, nem tudom, hogy ez guilty pleasure vajon? azt szerintem bármit mondta ki a kulcs szót, hogy, hogy nem, nem, az, nem megrendezett uh, narratívát nézel. Tehát, hogy azt az lehet, hogy, hogy, hogy hogy ezek, ezek, az emberek teg nagyon fel, felbaszottak, és, és meg ég, vagy meg akarják egymás verni. Ja. Nekem, nekem egy hiányéztem van, nem tudom, hogy voltok ezzel, nekem sok a három óra. Na, rengeteg. Nagyon sok a három óra. És Én. nekem például a feleségem volt is egy felvételem, kint a 17-ben, vagy még az többet is. volt ott a helyszínen, mint, mint amennyi ja. a műsor a tévébe rohadt sok. Mm. És azért az van, hogy azért itt a, a, a verekedések, ugye három verekedés van adásonként, egyik se több öt menetnél. Négy, négy, négy Inkább más fél, vagy igen, két perc, van, hiszem, igen, igen, ilyesmi, és ugye a kiütés van, akkor általában hamar le is megy az egész, szóval, hogy ez egy tök nehéz műfő az rtl szerintem, és abban nem vagyok biztos, hogy mindenhol meggorják azt, hogy hogyan töltsük ki az időt. Egy kicsit nem. Valóban hogy nem. Éjszerek? De hát ugye mellettem egy például, azt hiszem, hogy adás közben van egy srác, aki lájvozik. Uh, és jellemzően pont a, azt hiszem, hogy a reklámszüneteket szüneteket uh, tölti ki, és akkor Facebookon meg Instagramon tudod nézni a live -ot. Gyakorlatilag ugyanazt a műsort, amit mm -hmm. uh, amúgy is nézel, és nem túl túlizgi, mert uh, megkérdezik Hajdu Pétert, hogy éppen kinek szurkol. Hmm, ha valami nem érdekes, soha Na, hát az, az, a Hajdú Péter mit gondol bármiről a világon. De most csak mondtam egy random nevet, de ugye ez mindig, mindig mutatják a sok sornyi nem verekedő celebet, akiket igen. az RTL beoszt szurkoló táborokra. Szóval ki van töltve tartalommal, csak hát milyen tartalommal? A, volt nektek bárki, aki így meglepett a sorban, Pozitívan vagy negatívan? Bokszoló, vagy a ringbe ak, közül? Akár ringbe közül, akár a, a, műsor készítői közül, bármi. Hát szerintem a műsorvezető trió az, az botrányos. A szújó szerintem nem rossz a szújó. Azt a szújónak jól áll ez a szerep. Igen. De a Héder a jó Héber Barnának, itt annak idején, az nagyon rossz. A csobot meg szerintem egy a, a jár a piros pont, ennyit mondok. Szerintem mm. nagyon vicces ruhákat kap, mint egy tényleg tök jó mm. érdekes ruhákat kap a, a, a de hogy nem annyira idegesítő, mint a Heider hát, szerintem. Nem. nem tudom. Hát szerintem így a hármójuk összessége az, ami amúgy tudna segíteni azon, hogy ez egy három órás műsor, Jó. de csak még rosszabb lesz tőle, és, és még fárasztóbb az a három óra. Úgy, hogy maguk a bunyók, meg szerintem tök úgyhogy A úgy, ja. Kokóból kéne több szerint. Mint, a, a, úgy, a, hogy a Kovács István kokóból kéne több ha, ha. egyébként. Igen, de, ne, nem volt egy ilyen poén, úgyhogy... Igen? Persze. Körtiszta? Nem a Körtisz, a Józan László nevű ah. színész mondta azt, hogy a kokon nőtt föl. Ja persze, nem úgy, nem úgy. Ah, okay, ez oké, amúgy oké, dupla, oké. Ez szóval nem a kokó szerintem tök jó. Én azt érzem ebben a műsorban, hogy azért nagyon mindenkit be akart venni, mert a Szújó, a Hédelban, a Csobotadél, akkor a Kovács István kokó ott van, akkor ugye az a a, az, a az, a hang. Nem a... a... Sport kommentátor. Igen, tényleg, tényleg, Foci Igen, ő is benne van, akkor ugye az rtl a, 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 hangja, ugye ő Igen, a, ring, a ring ugye vannak még fellépők is. Hát meg azt, az, mindkét... írta a himnuszát. Az, az amúgy tök menő szerintem. Azt az hogy menő én, pont mindig azokat az adásokat néztem, amiben nagyon rossz fellépők voltak. Ugye most a héten... Ú, az volt ez a nekara, meg, a Kál volt a másik a héten. Az nagyon rossz volt. Az rossz volt a Az... Pont a, pont a volt még, ugye? Betalfi nem volt. Húha. ezt valamivel. Eko volt, Eko Igen, igen, igen. Én szerintem hogy az Itt is van egy fiatalítási szándék, ezt nagyon érezni szerintem. És amúgy itt nem akarok konteózni, de hogy így kb. eltemképzelem Bájölök szerepét ebben. Kontaktadási szerepét akár, hogyha már mondjuk rakta az Ibigengettől a parkban. Szerintem itt, én ezt nagyon is láttam, hogy, 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 hogy kinek lehetett így. Az között. az is dolgoznak olyan mm, szerkesztők. Persze, így, de hogy, hogy szerintem azért kell, kellett, ehhez a, a manuális vonal, meg tudod, így ez a sokszorosan újra produkálódó RTL-es generációváltás. Aha, Aha, igen, minden igen, minden igen minden minden. Minden, Ami, ami eljött velük, és ez így húzza magával ezt. A, a még, egy, még egy hiányhez, de van egy picit, hogy azért a legtöbb versenyző, meg a legtöbb összecsapásnál én nem érzem azt, hogy amúgy érdekelnének ezek az emberek, ha nem vennék össze egymást. Szóval azt, hogy szegedi fecsó ki a tököm, azt az így <haz> máig nem tudom pontosan. Sajnast, hogy tudom. Valakinek a férje volt, nem? Valami lyuszus feleségem. Igen, igen. igen. Ah, vissza, jó. jó, de érted, ezt, na most érted szóval... Hát gondolom, az lehetett, hogy ezt ez a felkészülés vállalták kevesen. Tehát, igen. hogy hiába lehetett ez jó, jó gázsi, meg jó reklám a saját magadnak attól, még szerintem a magát a felkészülést, ezt hát, hát. Azt kevesen merték vállalni. Hát, igen, de, egyébként a Redditen pörög egy erről, ahol általában azt írták, és ezt még egyszer mondom, hogy ez nem official info, de hogy azért nagyon jó pénzt kaptak a versenyzők Igen, ezért a műsorért. Szóval elvileg a, csak a felkészülési, felkészülésért a hónaponként ilyen két millió körüli összeget írtak, ha nyersz, akkor még kapsz 5 milliót, ha menjed, akkor még. Szóval nagyon sok pénzt kapnak ezért Igen. a szerepek egyébként, meg és hát soknak számít, bár egyébként jó kérdés, hogy havi két millió azért, hogy aztán szétverjen téged a, nem tudom, a brass, vagy ilyesmi azért megéri -e. Hát meg nem is az, hogy... Hát de közben izé, sz... hogy... gyúrsz, egészségeséget, volt, ja, hogy majd meg leszek mm. verve, inkább, hogy ennyi ember előtt filmeszkóba kellett verekednem. De az, ahhoz kell egyébként. Tehát, még a ver a hát, verekedés, hogy a filmesztelenség zavar szóval jobban. Mindkettő. Még hogyha nyerek is, érted, ah. akkor is ott van azért az, hogy így prezentálni Igen, magam, az nem ugyanaz, mint egy X-faktor színpadon, hanem azért így egy egészen más Arszá Nekem azért a szomorú hogy a Nagy Ervin meg a Molnár ilyenekre is be lehet húzni. Na szóval igen, hát szóval ez aztán nem az nem pláne kell a pénz. Hát igen, azt én értem, <laughs> hogy, most ezt nem... ezt én értem hogy nekik miért Tudom, hogy a, Nagy Ervin le van mindenhol, ezt is tudom, hogy ezért szomorú. Inkább hát jaj, tudom, hogy jaj, szomorú, jaj, hogy egy el kell vállalni. azt, hogy a Szegedi Fecsó meg a Berki Mazsi, akik effektíve abból élnek, hogy ebből, hogy, ebből, hogy szerepelnek ilyen műsorokban, ott ezt így megértem, csak így. Na, egy kicsit szomorú, az túlzás szerintem, de én, én például nem, én nem éreztem ilyen szomorúságot. Mm. Szerintem no. a legalapabb szinten arról szól ez a műsor, hogy így felkészülsz, kiállsz valaki ellen, és nem tudom, magadnak bizonyítod, hogy te erre képes vagy, még hogyha lehet, hogy vesztesz is mm. az ellenfeled szembe, de te ezt végig se És amúgy én például a Nagy Ervinnél ezt láttam, hogy, hogy így nem, nem szomorúságot éreztem, hanem hogy kicsit csalódott volt, hogy talán jobban felkészülhetett volna. Nem is hát a... rajta érezzük a ezt, a vagy, a tény, nem vagy nem vagy... ez a gondolat, igen, hogy nekik, tehát most egy nagy Ervin, aki mondjuk egy igen. elfogadottabb színész, mint mondjuk egy, uh -huh. így, tudom én, neki miért kell idézőjelben korumpálnia magát azért, hogy az RTL-be összeverekedjen. Hát a azért, mert soban, hogy nyilvánvalóan az szín. állami finanszírozású uh -huh. filmekben nem kap szerepet, yeah. állami finanszírozású sorozatokban nem kap szerepet, más úgy más lehet nincs. tudni, hogy ő tiltó listán van nagyon régóta. Vagy meg élni kell. Hát hát, hogy... Erre mondom azt, az szóval... hogy azért szomorúnak nem nevezném inkább csak ilyen hát nem tudom, elfogadom ez a látlelet. Hát az nem az pozitív. A a hát, az ez az egy az? negatív látlelet, de hogy azért így el tudom képzelni, hogy elfogadom fogadsz más ajánlatokat, ami nem a Star Hát jó, de az, hogy mondjam, nem, az azért szomorú, azért jaj, hogy... nem sajnálom hát, őket. Hát azért a szomorú, a... hogy nem... Kitaszított szerepük miatt kicsit, de hogy... Hát jó, de azért nem kapsz melót, mert ő, kritizáltad a kormányt, miközben jó színészek tart mindenki, és ezért cserében neked el kell menned verekedni az RTR-re, a szomorú. Értem, de nem kell. Igen. Igen. Plot. De egyébként fel, azt, még, fel. azt még felvetem, hogyha már volt szó itt is fiatalításról, ha bárcsak csak zenei fronton, hogy pont ez a, hogy így melyik kalabba kell nyúlnia most már az RTL-nek, és ez egyébként a további műsoroknál is, hmm. is is felmerült, hogy például az árulóknál, hogy így két út van szerintem mostanában egy ezeknél, hogy vagy ilyen nagyon régi, random arcokat szednek elő, mint Kálai Szander ja. Minden szarban benne van a Kálai egyébként, minden. az így ő, 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 őt talán futtatják mindenféle Csás műsorban. Csás karrierje az így nem létezik. Hát, igen, igen. Zenei karrierje. Vagy ilyen nagyon-nagyon régi arcokhoz nyújt vissza, mint például a Grögzita, meg, meg, meg ilyenek. Vagy a másik, hogy hogy az influencerek felé mész, oh, az akik ugye szamorú. az ilyen új celeb generáció, és akkor van talán ez a harmadik, hogy berántassam úgy olyan kulturális szereplőket, akik meg úgy is elválják, mert a nem, nem tudnak más csinálni. Meg a sportolók, akik már nem tudnak aktívan sportolni a ja. Amúgy beszélünk az árulókról, most már így beint, át is kötötte egyébként a témát. Már ja. e -bra, hát nekem a Annak a kasztjába tűnt ez föl, ja. hogy ott az, az egy elég hegyes könt... brigád. De visszacsatolva az árpa, a tehát a harc, az, az, lesz. az lesz, és az például az, az egészen az komikus, az és most egy... Most King, King Kong és Godzilla? Igen, konkrétan, hogy azt így, Godzilla aki lesz, nem nézi, aznak az, 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 nincs humor. Jó, ezt ez van az elkező, az igen, mondjuk a két ilyen... ilyen van, ilyen van már vállal... egy felsőbb szintje igen, igen két macsó figura, valószínűleg nagyon nem fogja egymást szeretni a ringbe, és ez mondom, hogy ilyen szemben tényleg van egy... Meg azért tudjuk hozzá, hogy annyiból jobb ez a Starbox, mint a, régebbi Starbox volt, hogy itt ugye kupa van. Szóval nem az van, hogy egyszer összeverekszenek, aztán szevasz, hanem hogy meg, meg ott nem is, is volt azt a felkészülés se, nem? Tehát a tényleg Volt, így... volt azért igen. felkészülés, igen, de hogy, de hogy ez sokkal profibban van Nem, és... nem volt ekkora körítés mellé, szerintem. Ott egy este megnézted a bonyókat, én úgy emlékszem, hogy az és az Indián, VV indián mert az meg, az azért pánk gyere, pánk meg volt. Azért az, hogy azért itt a, a Kabár Petit effektíve hülyére ja, verték, ja, 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 ja. végzett a feje, a Sobert Dolby fiának is ömött a vér az arcából, szóval... Én és te meg is írtad szerintem, vagy meg akartok írni, hogy baromi jól nézik is a Starboxot? A nézők? Nem tudom, hogy, hogy írtunk erről, de, de ez tény, hogy egyszerűen az, ősz, az RTL összének ez az egyik mm. ilyen abszolút kiemelt sikere. Mm. Tehát, hogy ez nagyon bejött. Mm. De egy több talag... közben most erre rá is kerestem, hogy érkeznek a bejelentések a műsor ellen. Szinte egy érdekes aspektus, hogy kimeríti -e a korhatárt, vagy sem. És megy, a magyar fut? F... Talán. Hát figyelj, bocsika, uh, de amúgy uh, milyen ökölvívást azt szoktak ellátni karikával? Ilyen. Persze, én szerintem ez inkább csak egy ilyen álszentség, egy kicsit, de hogy ilyen állampolgári bejelentések érkeznek, hogy Há, az ájulás miatt bepanaszolják, ez van a média egy cikkében. Tehát, hogy Hát, ok. Igen, ez megint olyan, hogy az, ez egy ez, ez az egy NMHH tempó hát hogy... hogy az NMHH, ugye már nyilvánvalóan az NMHH tagja itt a Fidesz választja, és a Koltai András, aki az NMHH vezetője, az gyakorlatilag a komplet karrierjét a Fidesznek köszönheti. Nyilvánvalóan sokkal elfogultabb lehet egy ilyen bejelentés a kapcsolatban, mint mással kapcsolatban, de azért itt érdekelne tényleg egy ilyen büntetés, mert hogy így, ha kiderül, hogy hiába sportesemény, de mivel officially ez egy vetélkedő, vagy, és emiatt más szabályok vonatkoznak hmm. rá, mint egy valódi boxmérkőzésre, az egy ilyen precedens lehet majd, ilyen szempontból alig várom, hogy az NMHH vizsgálja az Ja, Na, meg hát vitatják azt, hogy baloldali politikai aktivistákat küldenek a hát Szerintem, ja, a szerintem Bohár ringben. Dániel, bárki, szívesen De Ez egy idézet volt érként, a, a... Hogy ezt Ez a el... igen. Uh, igen. Na, Anuár, egy jelentésből? Igen. Igen. Az a kérdéses ebben. Vizsgálja a média hatóság, a baloldali politikai aktivisteket ringbe küldő Starbucksot, idézett végre. ugye de ez, hát, ez a baloldali akti... de az oh. ez megint ez a, ez a propaganda Persze, csak erre akarok utalni, hogy, hogy itt vannak ilyen átfedések a politika és a nép között is, hogy bejelentik. Belenti a nép is, meg közben a média emiatt vizsgálgatja. Szóval hogy ez egy ilyen közös egymás gerjesztő. Akkor szeretném megkérni Hont Andrást és Bájer Zsoltot, hogy az annak idején lefújt boxmérkőzésüket vigyék el TV-csatornára. Szerintem mindannyian örömmel néznek. Igen, meg Kirityán Zsolt Puzsért is. Abszolút, szóval én, 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 ahelyett, Te hogy... Kirityán Zsoltot kicsit elfelejtettük, az egyik elfelejtettük, az egyik leg, leg kár... legjobb ez az, az országban. Az, ez, 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 <laughs> mitört, mi, lehet Kirityán Zsolt? A mondat, amit nem mondott ki senki. Egyre hangosabban évben. szuszogott az elmúlt években. <laughs> Na jó, de, Bármi öh, lehet. Szóval arra, arra hogy kiukatni, hogy a boldog aktivisták, az a Noár meg a, Nagy Ervin, a, a Noár, azt lehet áll, mondani... a Noár. Nagy Ervin az aktivista. Több eszembe az igen. A Nagy Ervin is használják most már aktivista. Ja. A Noár tényleg az, Nagy Ervin nem az, de hát ilyen igen, a... És a de, de Na Zsolt nem volt a, a nagy Zsolt. De, nagy nem volt aztán mozgó. Miért van Monokli a, árulókban? zárulókban? Nagy nem szárbokszolt. Lucát megkérdezzük erről? Vagy? Ez egy remek kérdés, miért van Monokli, de, de ő nem, nem, nem ő talán nyilatkozni nyilatkozott, nyilatkozott azt hiszem. Sőt, igen, abban a részben, amiről én írtam, abban ugye azt a, az áruló promóciójára is használta az RTL és abban például az Árpa Attila, meg ő volt az egyik megszólaló. Hmm. De boxolni nem boxolt. Én, én, azt, tényleg azt mondanám, hogy mindenki fogja meg azt a lehetőséget, hogy az RTL valószínűleg tárgalokkal várja a következő évadra a versenyzőket. Ha bárkinek van bármilyen másik celebbel híres emberként nézleltélése, hívja ki egy boxmeccsre, mi ott leszünk, megírjuk és tapsolni fogunk, és mert egyébként te hozzá, hogy ezt nézzük. A starbox tetszik, vagy sem, tényleg nézzük, és van, és az RTL tökre eltáll, még úgy is, hogy egyébként amúgy legbelül fáj, hogy mi ezt élvezzük. Nektek nem? Ha hmm. maguk, maguk, a megsek nem, tehát hogy olyat azt látom, hogy igen, általában kijön a kikészült fel jobban, ki van jobb kondiban, szerintem ez egy ilyen fair megs, ami hmm. körülötte van, az, az, az nagyon fárasztó, hmm. igen. igen. Yeah. Uh, Arlok, ha már bármit felhozta. Ugye ez az a műsor, ami szintén egy vadi uh, licens, uh, és szerepel benne a mi drága Telexas kolléganőnk Kranyák Luca is, aki most már nem spoiler hogy nem nagyon én. hamar kiesett szegény Luca. Én nem láttam ebből még a, egy, egy, percet se, nekem nagyon sok az az RTL, nagyon sok műsor az RTL, nem bírok már nézni. Viszont szóval ti belnéztek és néztétek, mit gondoltok róla? Hát én négy részt daráltam le, te... Én most bepótoltam mindent és... De te rá is ez... Tehát akkor végül is majdnem egy, 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 a... egy oldalon állunk így ebben, hogy mennyi... A, az első mondatom az, hogy az RTL összének vagy talán az utóbbi éveknek az egyik legjobb műsora wow. magyar kert kertévében Ez egy erős, erős állítás. Ez objektíven kijelenthető. Van egy-kettő. Még erősebb állítás. Ah, ab, abszolút. Ez Tehát, egy hogy... tény, azt mondod? Ez Igen. egy tény. Igazából nagyon, vannak benne ilyen nagyon egyértelmű bakik. Szóval ez benne az ilyen igazi áldás és átok, hogy, hogy nem ilyen mini felszín alatti bakik vannak, hanem ilyen óriási vizuális baklövések néha, amikor így elkezdik úgy prezentálni, mint egy filmet. Nagyon sok olyan jelenet van, amikor a, ezt a cikkben írtam, hogy a Csávó így sóhajt egyet, a Szalai Bence színész, és így kinéz kb. így az ilyen holdfénybe, és így lekapcsolja egy a villanyt. A Schwabi András így összekulcsolt karral áll, és néz ki az ablakon, és így close up az arcáról. Szóval ezek azok a bakik, amik egyszerűen amúgy nem bakik, mert mutatják, hogy amúgy mennyire profin van. Felvéve ez a műsor, tehát hogy vizuálisan még szépnek is mondható, vagy hogy itt megcsinálják azt, amit a Legónál nem lehet, hogy felvesznek intrikus részeket. Hát, a, a, a te is emeltél ki képek, ezt kszik, de nekem is van egy kedvenc, szóval amikor négy szereplő ül egy kanap, nem tudom, hogy hogy négy szereplő egy kanapin egymás és, a, a, és süt, süt be a nap, és pont nagy zsolt ül egy, egy árgékban. és ez, ez, igen, de igen. ez, olyan, amit így, ehhez olyan stáb kell, meg olyan igen. figyelem. Meg ez hogy... nem egy kertévés, ennyi nem szokott az RTL figyelni a részletekre, ja, ja, semmilyen kertévés sem, nem? Szemfülesek a, az operatőrök is egyébként, igen. így látszik, hogy van fordítva arra, hogy ez nézzen is ki valahogy. Ugyanakkor, amit szintén megállapítottam róla, hogy, hogy, sokszor, és szerintem ez inkább az elején a jellemző, és egyébként ez meg a fejlődést igazolja, hogy később nem annyira, de az elején elég elej kínos tud lenni a műsor. Ami pont úgy kínos, hogy néha látod, hogy a kamera követi őket, és akkor csak így elcsípsz mondatokat kb. Amikor mondjuk összeengednek 20 kollégáddal, akikkel soha nem beszéltél, és akkor így haverkodjatok egy szép kastélyban. És akkor így. Érzed az embereken, hogy így Ja, azért te is izgulsz, nem? Hm, igen, azért izgulok. És akkor tudod, az elején van egy csomó olyan, az első kínos, kínos az jelen, nagyon kínos. De első az rész ez nagyon kínos, és úgy kínos, hogy igazából elfogadod, mert ez is a valóság része valahogy, amit mutatnak. De hogy amúgy meg most így kb. csak így soroltunk egy csomó negatívumot, mint felütés, de közben meg tényleg olyan, hogy így vannak elvitathatatlan részei hogy így nézed, akár izgulsz is, nem tudom te, mennyire a, ment fel a ab, pulzusod, de a, hogy ab, így... Abszolút bevonódtam. Tehát, hogy most most én már ab, abban járok, hogy így ö, megvannak, akikkel akik <laughs> szimpatizálok. A szóval maga a játék, nyilván ez egy ősrégi ö, alapjáték, de még mindig nagyon jól működik ilyen köntösben is, hogy el, elvisznek 22 félig. Tehát, hogy aztán az is jó a műsorban egyébként, hogy nem klasszikus Celebb válogatott van, igen. Hanem... de nem. De ezek külön figyeltek a castingnál, hogy azt az, én úgy tudom, hogy arra volt is külön fókusz, hogy ne a szecsődi karsi, vagy a Fecsődik szegedi fecső, hm. meg a. Bocsánat, igen, igen, de... Igen. De... nem úgy a Hát, amúgy a Bálintnak az volt szerintem, hogy a, a szelekció jó, meg, mm -hmm. meg elég kurrensen olyan szempontból, hogy nem kell azt vitatni, hogy egy csomó új celeb az egy influencer, szóval, hogy. És annak is több minden oldaláról megközelítve, tehát van a, a, a Luca, meg a, meg a másik Luca, Nyári Luca és Krajnák luca, akik az ilyen egyik oldala az influencerizmusnak, másik oldala a Henry Kettner, aki kicsit így Jeffrey Dahmernek néz ki, és, tényleg, és, ő mondjuk elég passzív, még mindig, nem tudom te, hogy... A hol... most érzed? benne van ja, ja. Igen, Lát, én, én az még egyébként még... én kifejezetten... Nem, az nem az egy az ilyen az nagy... Nem, végig passzív marad, igen. de szerintem egy, De... De neki, ő egy jó karakter ebben a soroz, műsorban. A sorozatgyilkos yeah. még illik is ez a passzív hozzáállás, nem? igen. De hogy amúgy szerintem tök vállalható, hogy így, így szelektáltak, meg hogy van benne olyan influencer is, aki lehet, hogy nem tudod, de ránézel, és mondjuk van egy ilyen kvázi mém oldala barátnőivel, ez az a mental és szakember. Jó, uh, a Orsi. Nem akarok beleszólni, beleszólni a... Instagramnak az egyik arca a háromból, és akkor meg ilyen nagy, nagy öregeknek, hogy Fábio András ott van, így kicsit így adtam, tudod, hogy így Igen, hogy működik ez, ez az ember, működött. aki amúgy műsorvezető, meg, meg, meg interjúkban így jó, és ő mondjuk itt hogy állja meg a helyét, így hogy működik a színész, aki az elején nagyon eljátsza még, hogy Nagy Zsolt azt mondja a műsor elején, hogy hát ez olyan, ezt most ő úgy veszi, mint a színházat, ez véresen komoly lesz. És érzed az, a hanglejtéseim, az, hogy az még... Az ő felvételein én szakadtam a rövéstől. Én az elején kínosnak éreztem nagyon, de nem úgy, mint az ilyen elcsípett mondatokat, hanem, hogy így, ú, így neved ennyire komolyan azért. És aztán meg azt vettem észre, hogy feloldódik, tőle, és akkor már úgy beszél a csapatról, hogy mint egy normális ember. Aha. És Árpa nem... Attiláról beszéljünk. Igen, hát Árpa ő, nagyon milyen? Azt ne hallgassuk el, hogy... Hogy az, az na amiatt viszont egy trash reality-re hasonlít inkább a, a műsor, szóval nagyon kínosak azok, mert Igen. hogy azok nem jól kínosak. Ilyen kirengések vannak a műsorban, minden részben van legalább egy 5-10 perc, amikor a Attila megjön. Többet is szerepel, mint 5-10 5-10 perc, de hogy az vannak kiemelt percek, amikor így tényleg nagyon így fel kell szívnod magad, amikor nézed, amit látsz. Ki jön a szerepe, amit ő magáról bevallottam val, hogy narcisztikus pszichopata. Ingen, uh, ez nem egy szimpatikus hozzáállás. És ezt beszéltük az Ádámmal, hogy egy nehéz helyzet, mert itt azt kell eljátszani a licenc szerint is, hogy te vagy a várúr, aki cinikus, aki manipulatív, aki kvázi egy pszichopata, szinte, vagy egy rossz karakter, abszolút egy negatív, gonosz karakter. Csak az Árpa Attila az átcsap már olyanba, hogy szinte így megfagyasztja a levegőt, és átírja a formátumot. Hogy nagyon ritka az, hogy, hogy, hogy lenne ott valami kis feloldás. Megjelenik ő, és, és az így, a mondatai azok ilyen nagyon Mesterkéltek. Nem tudom, volt valami olyan felvétel, hogy így a, a sétabotjával el, eltávozik egy Aha. ilyen temetői úton, és így miért nézzük ezt még fél percig? Ja. tehát hogy nem, nem kell, vágjátok, hogy vágjátok el, és nézzük a szereplőket igen, inkább. Igen, igen, mert hát a híres idézet, amit a cégbe így muszáj volt, ezt ilyen izzó újakkal gépeltem, hogy az öttusázó szereplő, gyenesei Leila odarohan a ez liheg, és az árpa Attila megkérdezi tőle, hogy gyermekem vétkeztél mostanában? És ha nem, akkor szeretnél? És a gyenesei Leila meg így a futástól, a sietségtől lihegve azt mondja, hogy nem, és nem szeretnék, akkor azért már így érzed azt, hogy így, ú, így értem, de már olyan jól sikerül ennek eljátszása, hogy kb. így látom a Árpa Attilát a való életben, hogy egy creep. Aha, Majd, aha. Tehát, hogy így... szóval az Árpa szemszögéből nem annyira jól sül ez a szerep. Nem. Közben szai... az emberek szeretik, szóval egynek van egy ilyen. Szeretik ambivalás. a karak karakterét? Ezek a visszajelzések ő. is, hogy ő nagyon jó benne, hát mindenki a... szerint, vagy sokak szerint. Akkor mindenkinek van ilyen is, pszichopata ismerőse, és könnyű <laughs> azonosulni a kazárpával? Felt, ugye, hát igazából azt emelik ki, hogy ennek a szerepnek ilyennek kell lennie. Hmm. És hogy a holland, a brit, a dán az amerikai nem újra. Hát úgy forgatom, csak hogy ez ez abszolút így van, hogy biztos, hogy egy a formátum írja elő igen, ezt a szerepet, én csak igen. azt gondolom, hogy ha lesz ebből új évad, akkor akkor valaki mással próbálják igen. meg. Tehát szerintem ezt lehetne sokkal oldottabban, meg úgy csinálni, hogy, hogy tényleg ne, ne érezd nagyon kínosnak a, ezeket a jeleneteket vele. Igen, igen. Meg egyébként azt is, uh, még a kollégánk a Barna is megállapította ezt, meg még kommentekben is olvastam, hogy mintha hogy a külföldi, uh, újraalkotásoknál nem vennék ennyire véresen komolyan az emberek. Pár hozzáteszem, hogy ez lehet, hogy nem baj a magyar licensznek, mert egyébként például a brit az kicsit úgy néz ki, mint egy ilyen vizsgafilm. Ezt is azt hiszem, hogy egy kommentelő kiemelt, és ránéztem, és tényleg úgy néz ki. Tehát az meg annyira nincs igazán komolyan véve, meg ennyire szépen felvéve, hogy akkor már inkább ez, uh -huh. mint hogy vizsgafilmet nézzünk. Uh, viszont jellemző a külföldi megoldásokra, ez 2021 uh -huh. óta van, szóval nem, egészen friss, szóval nem, nem is az történt, hogy egy tíz éves valamit élesztettek felén, azt hittem először, ez kb. három éve fut, uh -huh. vagy kettő inkább, és hogy uh, és, sehol nem veszik ennyire komolyan, aha. komolyan talán, azt nem tudom, ezt meg kell néznünk, hogy mennyi színész van mondjuk a külföldi újraalkotásokban de itt azért elviszik szerintem a színészek sokszor. Igen, de az, az is jó szerintem, hogy, hogy színész ilyen furcsa szerepkörben. Ezt most nem tudom mennyire, valószínűleg kevésbé értető, aki nem nézi, de hogy, hogy úgy képzeljétek -e, hogy te, amikor Nagy Zsoltot látod, az elején nagyon úgy érzi, hogy így szerepben van, és már így mm. otthonosan kezdi el magát érezni ebben, akkor amikor a játék miatt szoruló körülötte akkor kijön, hogy mennyire Old vagy mennyire viccesebb tud lenni, hogyha nem játszik szerepet például. Aha, vagy a Mohai aha. tamásról is így ja. az elején szerintem nagyon benne van ő is abban, hogy ami... Jó, volt ez a gófi karakter. Igen, és, és, és az utolsó részekben meg azt látom rajta, hogy teljesen megsevarodott a játéktól, mm. ami nyilván egy ilyen ősz, jóval őszintébb reakció. Ja, abszolút. Igen. És mondjuk ennyiben megcafalnám magam, hogy mondjuk egy nem feltétlen színészként végzett görögzita meg mondjuk, sokszor olyan reakciókat adott, ami meg úgy hatott, mint egy rossz első alakítás. Szóval, hogy nem mondanám azért, hogy ezt visszavonom, hogy a színészek viszik el, mert például tök jó látni azt is, hogy a műsorvezető Nádai Anikó felvesz egy ilyen nyomozó szerepet, és oké, okay, műsorvezetőként is kell játszanod, meg éjjel nappal Budapest ide vagy oda, de hogy ő azért így... Ő is egy nagyon jó karakter. Vagy nagyon jó ő íve természetes van. végig szinte, és egyre jobb íve lesz. Mm -hmm. Szóval itt vannak tök jó karakterfejlődések, amiket szerintem így objektívan mm. lehet szeretni. Jó, akkor a, elég úgy tűnik, hogy a, a, a Starbucks mellett az RTL a kevésbé lakossági koncepcióval is tud jó dolgokat kezdeni. A, ha már ö, kevésbé lakossági koncepciókkal való kezdeményezés vagy bármi kezdés, ö, Bálint, a, a huszárok milyen? Botrányosan rossz. Tehát azon azon a mérleg másik nyelvén, nem tudom, hogy azt látta -e bárki rajtam kívül. Én volt -e, a -e szerencsétek? Én a brit verzióba belenéztem annak idején, mert hogy így nem akartam elhinni, hogy ez tényleg siker. Mert hogy ez, ez egy koncepció Angliában 13 például. 13 óta és most utána néztem, 22 vagy 23 év adott élt meg, volt belőle gyerekes verzió, celebes verzió, ilyen-olyan karácsonyi különkedés, mit tudom én, átvették szerintem vagy 40 országba és több országban szintén nagyon sok év adott lement, hát én értetlenül állok a, az egész elő, de már nekem is kicsit a koncepció is furat, ez a, ahogy írtam is a cikkbe, kicsit ez az ilyen reakcióvideós trend jutott eszembe, erről, amivel biztos találkoztatok már a Youtube-on, vagy itt ott, hogy emberek néznek egy videót, és közben kommentálják azt, amit egyébként mi is látunk, szóval... Mi is igazából azt kommentáljuk, amit látunk az RTL most itt. Igen, de nem megy nem mögöttünk élül, a műsor. Így, igen, 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 tehát igen. Nem, nem, az történik, hogy mondjuk egy szappant elvágnak egy nagyon éles késsel, és én közben arról beszélek, wow. hogy ezt a szappant, ezt bizony elvágták egy nagyon igen, éles igen. késsel. Mert körülbelül ne így nekem ez van, ez a kép él a fejemben a reakció igen. videókról. Éljön, hát. az album reakciók, szóval azoknak még igen, úgy van. Az, de az mondjuk hogy meg, megint más, hogy mondjuk valaki végighallgat egy 40-50 perces lemezt először, ja, ja. És, és kvázi a, mondjuk a Twitch chattel, vagy nem tudom, mivel igen. így megbeszéli, meg, meg vannak tékjei, meg esetleg érti is ahhoz, amit néz. És nem csak egy random ilyen szenny tartalom ez nem, 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 ja. ezt most a reakció videókra mondom. A P23-ok -ok, ezzel szemben, ami mondjuk ugye kint, vagy a briteknél, vagy sok más országban egy tök sikeres valami, én azt éreztem, hogy végignéztem úgy egy órát, hogy gyakorlatilag semmi nem történt. És egy ilyen, hát tényleg az, 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 az történik, hogy, hogy, hogy leadnak részeket egyébként nem csak az RTL műsoraiból, ez, ez viszont fontos kiemelni, hogy ez egy jó húzás, és nem is tudtam, hogy ilyet lehet, és erről az RTL egyébként úgy számolt be, hogy ez történelmi. Hát a Starbucksban konkrétan kimondták a TV2 nevét. Igen, Na, hát oda, és itt a... meg TV2-s műsor. Ez az az igen, a... igen, 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 A, mi az a táncos reality, ami... Dance, dancing with the Stars. Az, köszönöm. Igen. is mehet. Ö, aztán meg, a... hogy, meg Hogy... nem tudom, Puzsér videóból Igen, is Igen, Spirit FM be. YouTube no. csatornáról, a Puzsér, akkor a Tóth Gabi, ugye a, a... Starman, Starman, stb. stb. Tehát, hogy egyébként a kuráció az meglepően jó, és például az, az így felmerült, hogy, hogy először ugye van szó a Tóth Gabi botrány 124. fejezetéről, hogy most akkor az új fasziával ellejtett egy táncot a Starman, Starman, És a következő blokk pedig az, hogy erről a puzsérék vitatkoznak a Spirit Femen. Tehát, hogy így... uh, Ennél metább dolgot tudtok elképzelni. És a és én, igen, és az meta, a meta. Hogy meta a meta. műsor az nem ez, hanem az, hogy ezt más emberek nézik, yeah. és ülnek otthon a kanapén, és beszélgetnek róla, ami valamire nem érdekes. <gül> <gül> vagy ilyen nagyon-nagyon de, rossz... hogy ez, de hogy ez a baj, hogy, hogy ma, a, akiket beválogattak ebbe, ők nem érdekesek, vagy nem elég szórakoztatóak? Hát hát én igen, így vettem hát, így 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 vannak, a... nem, nem, celebek. Nem celebek, de ugye <laughs> sehol nem celebek vannak alapvetően ebben. Akkor majd lesznek ebből celebes verzióban. De hogy például az 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 viaszatos volt mm -hmm. talán. Ott, ott például az volt, hogy jó, nyilván az meg egy ilyen tök megalázó dolog, de hogy ott így lehetett nevetni azokon az embereken, meg ők legalább valamilyen szempontból vicces karakterek voltak. Hát nem, nem tudták, az, hát, az, ó, igen. a buta embereket hívtak be. Hát az, az, a, az a legalább embereket. valamilyen reakciót kivált az ez emberből, igaz, ez igaz. itt meg tényleg az van, hogy teljesen átlagos random emberek, akik, amivel egyébként semmi baj nincsen, csak nem véletlenül nem ők szerepelnek a tévében. Ah. Hm mert hogy nem, nem mondanak érdekeset, nem mondanak izgalmasat, nem mondanak vicceset se nagyon. De nek sőt... van egy ilyen törekvés a mindennapira, vagy Mármint? mutassunk mindennapi embert, mindennapi reakciót? Mert ezt tudom elképzelni egyedül ilyen mentő, meg hát. nekik ez a... Ja, nem tudom, hogy törekvés, de más nem sikerül. Hát, hogy igen, hogy legyen valami, nem. nem jó, hogy nem stára, az az, az elsődleges valami, cél, hanem aha, mutassuk hogy... meg a tévé előtti embert, hogy ebben van-e bármi. Nem terekvés, azért Valószínűleg. Csak nem hinném, hogy vagy... van, kérdezem. Az első sorban mindig az, hogy nézzük-e annyian, hogy eladjunk jó drágán reklámokat. ez mindig az, az első motiváció minden Jaj. ilyen műsornál, jön. szóval én aztán viccesebb lesz. Én is ebben én azt mert szerintem van potenciál. Meg ez nagyon jól hangzik, hogy értek rtl nézni azt, hogy kommenteljék a tévéket, Stóth Gabi, Rengeteg, ez, rengeteg, nem, rengeteg úgy, potenciál lehet volna ebben egyébként. Starbox-ot, mit tudom én, én, tehát, én. Hogy tehát ilyen... Ez, ez tényleg arra hogy otthon nézel tévét, abszolút. tehát hogy nyilván nem Igen. egy csatornát, ö, szóval hogy ez alapján amúgy kár, hogy nem, nem Igen. érdekesek a... És, és, sőt, sokszor nem is csak, csak unalmas, meg érdektelen, hanem egész egyszerűen tényleg ilyen, pusztító, ilyen, ilyen, ilyen igazi régi tévés poénok vannak benne, hogy akkor a Nagyecsed nevű település az Nagyacsecsed, meg a, jó, a mit tudom én, bármelyik uh, női jó. szereplőre, például a Starbucksban ott mindig ugyanazt a párost vágták be, akik jól megbeszélték, hogy na hát ő is lehetne a főnyeremény, meg azért ő tüző, tudod. <laughs> Ennyi a Persze. Ami, ami megint csak olyan, hogy biztos emberek, akkor, meg én is valamennyire... nem castingoltak be pár ilyen, ilyen amatőr stand-up comedist, érted? Például. Hogy az, az legalább vicces lenne, vagy na mindegy. Tehát, hogy ez tényleg arról szól, hogy emberek hogyan néznek tévét, ha így, akkor az engem valamire nem érdekel. Mert hogyha ennél viccesebb emberek néznek viccesen tévét, amire szerintem mindannyian így tudnánk mondani a három ja. embert, ember. Az biztos, lehetne, Jobb, igaz. jobb, jobb, jobb pofánt beküldeni. Egyébként, esküszöm, én nem vagyok a Puzsának a legnagyobb rajongója, de például, például... a puzsa, például, például tudni százszor meg, Megint ebben. csak azt mondom, Persze. hogy valamit kivált legalább az emberből, mert, mert, ezek, a, ezek a szereplők, senkit nem akarok megmenteni, de hát most a random néni, aki ül velem szembe a buszon, őt nem kísérném nem haza, hogy megnézem, hogy mit néz este. Bár ami, amit szerintem el lehetne vinni egy extrémabb irányba, hogy tényleg egy kicsit így, hogy mondjam, kémkedsz ezek után, az emberek után, vagy tudod, mint egy ilyen baba figyelő kamera, hogy akkor így mutassák meg egy kicsit a, 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 ja, a napali... ja, igen, ja. igen, hogy, na... hogy egyezzenek bele akkor abba, hogy egy kicsit hozzájárulnak, hogy figyelik őket a nappaliukban, mit tudom én. Csak azt mondom, hogy így nincs hmm. ebben semmi igazi szándék vagy cél számomra még. Így is. Mert Tehát, hogy ilyen nem, nem látszódik akkor, hogy mit csinálnak a Tök TV érdekes mellett, lehet, nem... érted, hogy mondjuk eb akár ebben is ilyen életszerű elszólások, hogy kimegyek chipsért, drágám, és akkor így hát ilyenek van állíts ah, meg de... Fene, tudja, de akár olyan életszerű, vagy életszagú dolgok, amik hát kicsit a, a, így... Az egyik testvérpán, akik nézik, nekik van három kutyájuk, és az egyik először oda, hogy aztán oda a nappaliba <coughs> a, <tos> műsor közben. <coughs> Ez volt a legizgalmasabb. Hát körülbelül, <tos> 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 hát körülbelül <coughs> uh -huh. meg hogy meg meg az Éva a leveri a az Én <coughs> Angry birds a kanapéról, és akkor a uh -huh. fia bassza. hogy meg... ennyire övet valakinek a babakamerájának, hát hogy otthon, a paliba. Szóval nem. Jó, ez akkor kicsit félre ment a kótinik. Hát egyelőre kapufa, Na. és az, az, a, az, a, para, vagy ami, ami, így nem úgy tűnik, hogy ez fog változni, hogy végig ezzel a, ezzel castinggal fog lemenni. menni. Oh. Legalábbis a, a, ilyen további ajánlók, amiket láttam, Aha. meg ugye a következő részből már volt a műsor végén ilyen bevágás, ugyanezek az arcok. Még az RT pont a castingban jó szokott lenni általában egyébként. Ja. úgyhogy ez ja, nekem nem adta. Mindenkinek ajánlom ezt a negyedik val vagy negyedik fal teóriát, a Fort Wall teória. Ugyan. Ezt például tökrűen meg lehetne törni akár az RTL műsorában. Így. Várnám azt, hogy kinézzen a karakter, aki tévézik, hogy mit látsz igazából. Hát Vagy ami, tőled, valami kis Amit sekt, ebből így valami, ki lehetett volna hozni szerintem, valami. és ez egy ilyen jópofa, ilyen hasonló ilyen áttörése lett volna valami megszokottnak, az az, hogy ebbe egy kurva jó ajánló műsort lehetett volna csinálni, mm, ami mm. kvázi ilyen a reklámblok utáni ajánló helyett azt nézed, ahogy mm. a, a következő részre reagál valaki más, aki egyébként ha. adott esetben megint csak viccesnek, vagy valamilyen információval ellátott embernek kéne lennie. Mint például anno volt a Jankovics Péternek mm. a, a Sziget hirdetése, amikor ugye igen, egy igen, igen, ilyen igen. igen. karakter az előadókat. Tehát egy ilyet például tudni képzelni, hogy nem megnézek egy másfél perces Starbucks ajánlót, hanem megnézek másfél percben valakit, aki nézi a következő Starbucksot, nyilván azt nem lehet, mivel élő, most csak mondtam egy példát, és viccesen reagál rá, azt szerintem egy, egy tök olyan dolog lenne, ami, ami így... így hm, ez hát ezt a meta-metaságát meta a végére úgy kicsúcsosítani, hogy azt látod, hogy mit tudom én, 250 képernyő, egy nagy képernyő, ja, ja, tehát, ja. Hogy... Vagy kirocsol a tévét, és tudod, kit benne? önmagadat. Igen, igen. Nem olvastad a cikkemet, mert ez, ez, ez árok. A Black, a Black mirror is ez a, ez a, ja, a ja, hogy ja, miért ja, Black Mirror a Black Mirror, mert hogy, na csak azért mondom, hogy, de hogy nem olvastam a cikket. fári, fári. <laughs> e, jó, akkor, akkor azért Ádám, most kicsit inkább ránézek, mint a téma hogy hogy általában, mint az ilyen tévéipari dolgokra, vagy, ránézés, hogy ránézésre jobbnak tűnik az RTL-nek a mostani ősze, mint a tavalyi? a nyerőpáros marha jól ment, jól meg a, a bívat, szerintem. Nekem, nekem ez sem ha, volt, gondolom, az jó, idejével sem. Se. a, az az, 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 Azon fog eldőlni, hogy, hogy, ezek, tehát, hogy ezek, amikről most beszélgettünk, az árulók, a Lego Masters, hogy, 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 hogy szerepeltek, szerintem akkor lehet majd inkább mérleget vonni, de amúgy szerintem jobb, jobbnak tűnik most, mint a tavalyi, tavalyi ősz. Jó, akkor köszi, a mindenkinek a közöműködést a hét téma elhoz, akkor következik a sorozat ajánló. És akkor következik a, a, sorozat ajánlónk, ami Ádám és Máté és is elég nagy, hogy mondjam, közös nevezőn voltatok, hogy erről beszéljünk. Sőt, a, a Telexen is annak idején volt róla, azt hiszem, pont a Clarknak egy, egy egész jó lelkesítő cikke. Ez pedig a How to do with John Wilson? A How, to do with 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 John, with John Wilson. Ugye ez az HBO Maxon látható, ez egy HBO saját gyártás, ha jól tudom. Meséltek róla a srácok, hogy miért ezt hoztátok a, a heti adásba? Azért, mert ez egy úgymond vlogszerű, életszerű, életszagú dokumentumfilm, igazából magáról az életről, vagy kicsit talán arról is, hogy milyen kb. embernek lenni, vagy nekem emiatt egy nagyon ilyen emberi és, és mindenki által átérezhető és amúgy könnyen fogyasztható doksi, mivel rövidek is a részek. Valójában összefoglalja tényleg a, az emberi létet, azt, hogy milyen más emberekkel interaktálni, azzal, hogy hogy érezzünk empátiát más iránt, magunk iránt, milyen apró közösségek vannak, amikről talán nem is tudunk, nem is sejthetnénk, hogy egy városban milyen furcsaságok és milyen mintázatok vannak, amik amúgy ismétlődnek, úgyis, is, hogy nem is gondolnád, mert hogy az az alapállás, hogy érthető legyen annak, aki nem látta, hogy egy John Wilson nevű filmes, akinek amúgy egész nagy háttérsztoria van már, mint filmes, azt hiszem, hogy a dolgozott a másik nagy, a nagy nevettetővel, Na, Fielderrel, Fielderrel, ja, például Filder. Nathan Fielderrel, aki ugye szintén az HBO-nak gyártott már. Az emberünk John Wilson járja New York városát a kamerájával, és mindent rögzít. És valójában az azt jelenti, hogy tényleg mindent rögzít. Egy-egy évadra két évet forgat, és mindebből lesz öt vagy hat fél órás epizód, ami amúgy hihetetlen elképzelni, és hogy nekem például, aki például Camcorderrel filmezik, nekem egy óriási inspiráció volt vizuálisan, rendezési szempontból, szerkesztési szempontból az, hogy John Wilson igazándiból alapvető koncepciókra felhúz nagyon fontos emberi történeteket, például azt mondja, hogy hogyan így, hogyan így áll bort, és valójában az a rész az sokkal tovább fog menni, mint az, hogy hogy kell bort inni, vagy milyen a jó bor, eljut a végéig a halálhoz akár, és mindezt nagyon durva képekkel illusztrálja. Igazából ez, ez ennek az igazi erénye szerintem, hogy könnyen fogyasztható, viszont mégis mély, és közben olyan kreatív, hogy kb. prezentációk, hoz lehetne masterclassként oktatni, hogy amikor azt mondod, hogy egyszer fent, egyszer lent, akkor azt látod a képernyőn, hogy egy galamb felmegy a levegőbe, majd lezuhan. Amikor azt mondod, hogy és akkor álomra hajtotta a fejét, akkor azt látod, hogy mit tudom én mondjuk egy mosómedve New Yorkban a szemétdom tetején mondjuk ledől pihenni. Most csak túloztam, de hogy valójában mindennek van egy vizuális megerősítése, ami hallatszik. Szinte minden szónak, nem? Tehát, hogy ilyen... Szinte minden apró szónak, meg, meg valahogy még a vizuális világ is aztán egymásra épül, hogy az autó rajongók össze fognak érni végül a koporsó rajongókkal, és akkor autó alakú koporsóba fog végül belefeküdni az ember a rész végén. És a legdurvább, meg inspirálóbb, akár újságírói szempontból, hogy, ez, hogy ezek valódi arcok. Hi Hihetetlen, akiket talál meg gyógybílzóan. Igen, nem? hogy a, a, a négyzeten az a koncepció, hogy hogy, hogy New York egy krézi hely, ahol sok krézi ember van. Na ez ennek a, a nézete a maxim, maxra fokozása valójában, hogy bármilyen idióta ötletre talál majd egy megszólalót. Uh -huh. És ez ennek mindannyiunknak egy kicsit inspiráló lehet, hogyha ki fogod írni, hogy kiérzi magát Magyarországon úgy, mint egy csecsemő, kigyűjt otthon békákat, kigyűjt otthon béka szobrokat, akkor... Ha nagyon akarjuk, még itt is találunk ilyen embereket, és John Wilson ilyen szempontból nagyon inspiráló, hogy ezt még úgy is át tudja adni, hogy az nagyon szórakoztató, önkritikus. Van egy ilyen HBO kritikus rész, nem? I igen, hogy, hogy hát keb, nem arra szó, hogy, hogy a francba adhattak erre ki ja. az, aki ezt meg, mert te rendelni tőlem. Én, meg, igen, én, is, meg... én is ezt olvastam elő a cuccról, hogy az, hogy ez elkészültet egyáltalán az is egy ilyen... Ez önmagában ja. elképesztő egyébként. Hát szerintem ez, ez amúgy az ilyen indi alkotásnak az ilyen legnagyobb bravúrja, hogy o, ez hogy létezik. Meg hogy ez pitchelhette. Tényleg nagyon nyers nagyon hatásosan él a camcordernek az egyszerű vizuális eszközeivel, az ilyen gyors zoomokkal, slow zoomokkal esetleg. Ja, és hogy valójában néha, néha, már azt hiszed, hogy hát ez nem lehet a valóság. És amúgy az, végül is elveg mindig, de hogy, de hogy meg torzul kb. a valóság, és végül kiderül, hogy ez még mindig a valóság. És valahogy annyiban jobb ez a, szerintem ez a, hogy annyiban kell több az emberiség szempontjából, hogy valahogy a jóság, vagy valahogy a, hogy még mindig van remény az emberiség számára, az jobban kijön, mint mondjuk egy ilyen Andrew Kelegen Channel 5, ami hasonló stílusú YouTube csatorna, ott végül is arra jutsz, hogy hát igen, Amerika az így elveszett. John Wilson meg ad egy kis reményt, hogy így. Ez, igen, ez szerintem ez, ez ilyen óriási bravúria, hogy máig emlékszem olyan részekre, amiről azt hittem, hogy tényleg így arra fog kifutni, hogy, hogy elveszett az emberiség kérbe, és, és szörnyű, amit csinálunk ezen a bolygón, de de minden rész végén jön valami olyan kvázi megható ö, ö, rész, vagy olyan mondat, amit ö, így, amit nem tudom, évek, évek múltán is emlékszem kell, hogy hogy érnek részek véget. Igen, igen, és hogy végül úgy, úgy, úgy vigyorogsz a képen élet, hogy így, ja, így, így, kicsit jobb, így, vagy így még hiszel abban, hogy jó embernek lenni. Tényleg ez, meglepő. Pláne az, hogy amúgy az emberünk is egy ilyen sokakat idegesít a hangja, én ezzel amúgy nem értek feltétlen egyet, egy ilyen furcsa orgánumú fickó, aki, aki ilyen nyávogós Cuki hangján elköszön a műsor végén mindig ugyanúgy, hogy John Wilson voltam, by New York, vagy nem is tudom. És egy ilyen, kb. Ez egy ilyen szerelmes levél a városnak, nem tudom, az életnek, de uh, annyiban aktuális még, hogy ez egy idei uh, cucc volt a harmadik évad. Azt majd lehet, hogy a mi is elő, előkerül, és egyébként elméltek véget is ért. Igen, hogy nem készült több elvileg. És ezt szerintem a magam ugyan szép is, vagy hogy ez egy ilyen szép három évadot megélt. Ha, én, én egyébként ennek kifejezetten örülök, hogy én is, ez is megél. Én, is, meg én el... is, abszolút. Tehát, hogy az egész egy ilyen szembe megy nagyon az ilyen ipari uh, tömegtermelési sztenderdekkel, és még így minden, ami körülveszi, tök pozitív, hogy pont lett téve a végére, még idén el tudott készülni, ez kb. nyáron jött ki, szóval egyébként, hogy nyáron ez egy jó, jó ilyen nyáresti nézés lehetett, de egyébként, aki még nem kezdte el, kb. Most is csodálatos az alkalom, hogy kb. így esténként, te... mert nagyon könnyű nézni. Egy szor, 25 perc van. kb., szóval nem Nagyon egy... könnyű nézni. És valószínűleg fenn is fog maradni az HBO Max-en már saját gyártás, és... És, és ez egy kritikus kedvenc volt, szóval azt merném tippelni, hogy... Nem olyan, mint a Westworld, ami már borzalmas volt a második év kezdve, és megértem, a le kell szedni itt azért. Ez nem tudjuk, hogy túl drágat húznak, na, cérlek, Nem, akar, nem, egyáltalán. Jó, akkor ez volt a, a e is a How to with John Wilson az HBO max -en. És akkor most következnek a top listák. A, végére így, így, összeállt újra az RTL-s szóval itt van velünk Máté és Bálint is és természetesen áll rám is uh, a, a top listás részhez, ami azért, mert négyen vagyunk, most kicsit rövidebb lesz, és a adás elé ható Star Wars-os témánkhoz köthető. Én nagyon egyszerű kérdést uh, teszünk fel mindenkinek, hogy mi a kedvenc Star Wars-os kontentetek? Ki az, akinek van egy fix válasza erre azonnal? Én. nagy gyerünk be, top, top, of my head. A 2003-as Gendy Tartakovsky féle Clone Wars Animációs hát sorozat. Azt hiszem, hogy ez három évadra volt szedve, de igazából az gyakorlatilag három epizód, tehát az egész KB azt hiszem ilyen másfél óra talán. És. Éröm a... én neked, jó? Kösz. <laughs> a 25 rész három évad. Az első, első két évad az 10 rész, a harmadik az még csak öt. Igen, de ilyen nagyon-nagyon rövid részek, mm -hmm. és ezért van az, hogy igazából filmként is fel lehet fogni, mm. és tulajdonképpen így gyakorlatilag azt hiszem, hogy egy percre pontosan jó formán a a második és a harmadik rész, a klónok uh, háborúja és a szitek bosszúja közötti gepet öleli föl. Uh, Gendi Tartakovsky ugye azt hiszem a a Samurai Jacket, tudom, hogy ő rajzolta. Dexter, Dexter Powerpuff Girls. Ugye, így igaz, és ez is a Cartoon Networkön ment le ez a sorozat. Én tényleg nagyon ajánlom mindenkinek, szerintem hmm. még sokkal jobb, mint a ugyanezen a címen futó későbbi animációs Hát a mindenképpen. jó a Iszonyat jó a És nagyon jó, szerintem egy nagyon jó érába van, én hiányolom ezeket a Star Wars tartalmakat, ami végre nem a Luke Skywalker koráról szól, hanem erről a klónháborús és, és iszonyatosan menő és epikus uh, csata jelenetek vannak hmm. benne, úgyhogy nagyon-nagyon hosszan nem beszél senki, hanem csak csapálják hmm. egymást, mint az ugye a, a Tartakovsky ebben hogy a Primal nevű animációs igen. Az igen. Az, meg volt nektek, ja, azt ja, sem abban ja. meg nincs ja. semmi dialógus. Hát a ja. Samurai is ilyen kussolós. Igen. Meg olvastak el a gendi készült interjúmat, ha hát te lehetsz Egyébként, mert is volt még igen. egy pár héttel ezelőtt. Amúgy ez canon, meg számít? Azt hiszem, hogy a Disney óta talán nem, mm -hmm. mert ugye ők csináltak, amikor megvették, vagy körültek a jók, akkor volt egy nagy kánony nyírbálás, de amúgy azt hiszem igen. És például választ lehet kapni arra, hogy Grievous tábornok a harmadik részben miért köhög folyamatosan a mm. Ez ez, 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 már kicsit az a szint, hogy ez a, a Han Solo... Kívülte kis kok, nem, a hán solo a visszapiantó tükrös díszi, dí, dísze, annak mi a háttérsztoria. Meg van az a, a hán Solo filmben, az is kiderül, hogy a... Na mindegy, ez nekem már ilyen, ez a mérköhög grievous, ez fontos hát, info? Hát nem feltétlen fontos info, de hogyha van egy, egy új karakter, ugye a, a szítek bosszújában a Grievous tábornok, aki végig köhögi a, a filmet, Amire egyáltalán nincs semmi válasz, és én ezt jó pár évvel azután, a film én után lehet. láttam ezt a sorozatot, és amikor erre, erre a Tartakovsky Tartakowski ki akkor én azért én a fejemre csaptam, hogy azt! Az én fogom lelőni, hogy miért? Nézzétek meg. Én nem kánon. Nem, ő, amikor készült, akkor Kánonnak, akkor még Kánonnak számított, ugye 2003-ban kezdték el. Ja, adni. Utólag, amit mondtál, azt jól mondtad, hogy amikor jött, jött, a Disney, akkor azt mondták, hogy akkor mondhatom semmi sem Kánon, csak a, a későbbi Clone Wars, mint ugye a Dave csinált, meg ugye a Original. Ja, filmet. és még egy, van egy, egy, egy űr nép, akik magyarul beszélnek. Ott Nos rendesen... Ja, ja, ja. Igen, mert ez, ez egy régi, régi húzás volt a filmben, és mondtok, hogy a magyar annyira egyedi nyelvnek számított, hogy az amerikaiak rendszeresen azt használták idegen nyelvnek. És az egyik, egyik ilyen a törzs az ilyen magyar átokkal izé, szórja a Jediket benne. Na, egyébként ez egy, ez egy nagyon klasszikus ilyen Star Wars tudsz, amit, amit, amit illik látni mindenkinek, már még úgy is, hogy nem canon És még mi is ajánljuk. Így van, így van, így van. Srácok közölte ki akar jönni? Na, én, én újat hozok, meg, vagy újabbat viszonylag. Meg nem is konkrét kontentet, hanem, hanem elmesel majd nekem a a, a, a Mandaloriból, konkrétan a Din meg a Grogu egymásra találása, meg ennek az árvának a felkarolása, engem konkrétan így meg, megérint, megérint, ez a sztori, miközben nem tekszik minden rész, nem tekszik uh, már, ami, ahova elkezd kifutni ez a sorozat, de vagy az első évadban, amit végignéztünk, én Bevallom, hogy ez ez még máig meghat, ha így visszagondolok mm. rá, hogy, hogy ott mi történik kettőjük között, és azért hoztam újabbat, mert hogy nyilván nagyon sok minden sorolhatnék a régi emlékeim közül, de ez most annyira ilyen frissebb dolog bennem, hogy, hogy gondoltam, hozok egy, egy ilyet is, amit talán picit ellent mondanak, hogy miket gondolunk az új sorozatokról. Ha tegyük azt is hozzá, hogy a Mandalorian volt, ami kb. megmentette a Star Wars-t. Szóval, hogy azért a legutolsó trilógia, meg a, a szólófilmek, azok nem voltak túl, nem fogadták túl jól azokat a rajongók, és a Mandorian volt az, ahol például én, aki nem voltam soha Star ott szerettem bele az univerzumnak, abban a részében, ahol nincsenek Skywalkerek. Ha már, ha már előbeszélgettünk, Tényleg. olyan jó, olyan jó a Mandorian, hogy az nincs éra. igen, Tényleg. olyan jó, hogy így nem tudom követni az űrlovagokat, nem is érdekelnek. A, a, a Dingerinnak a sztoria, hogy honnan jön, spoilerezzünk valamennyire? Szerintem valamennyire lehet. Amikor azért... kiderül, hogy hogy hogy, 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 hogy ő egy szektának a része, az nekem annyira bejött, hogy nem minden mandalori nem veszi le a sisakját. És az, hogy ő ezt így feldolgozza, és kiderül, hogy ő egy ilyen tök durva szektá, szektában nőtt fel, és fingelem volt, a saját népéről sem rendesen, az olyan zseniális húzás volt, hogy én nem szeretem azt, amikor a Baby Yoda miatt így elütik az élét a mandalóri ennek. Hogy, ja, Baby Yoda. Persze, azért is mondom, hogy, hogy hogy direkt nem azt mondtam, hogy nyilván lehetett volna a Baby yoda baby ez de hogy meg imá, imádom azt a karaktert, meg Jodát is imádom, yeah. de hogy nem tudom, a, a, Ak akkor is marha jó tud lenni ez az univerzum, igen, hogyha ha valami komoly témát próbál megfogni. Matka? Igen, nekem a amikor adás előtt beszéltünk előre, akkor ilyen arra hagyatkoztam, hogy a legintuitívabb választásom, akkor eszembe jutott. ki, ki, mit hoztál. A Lego Star Wars-ból a Yoda, és az is a mémként, mém kezelt megjelenése és, és, és arca közelről, ami egy híres mém, és jól mutatja, hogy mondjuk a mémek univerzumában, hogy hogy él és hogy születik meg valami a Star Wars univerzumból. És tök jó példa ehhez mondjuk a BB idehozni, ami nagyon az ilyen a felszíni mémek világában egy óriási mém volt, láttuk, hogy mit tudom én, a Ferenc pápa feltartja, ostya helyett köböl a BB odát. Volt egy tök nagy menetelés annak, amikor először megjelent, az, az tényleg utána plüssök képében mindenhogyan újra, újra lett alkotva, de ugye ehhez képest van a 2000-es évek eleji Star Wars videójátékból egy... egy, egy, egy LEGO, rod... Lego, Star Wars videó. Lego, éve. ez nagyon fontos, igen, és egyébként ez a, ez a meta-metaság is nekem annyira őrületes egyébként, hogy csomó dologból van Lego, és akkor a, Le a Star Wars univerzumot még legósítják, és az aztán egy másik univerzumban újra éled, ahol a Lego Star Wars jodát ketamin függőnek tartják. <gül> és, <gül> hol, 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 <laughs> jutott ez az adása, és... <laughs> ah! 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 és... és, konkrétan fordított szórendbe beszél. De az ugye amúgy is ami amúgy is jellemző, és aztán végül ezt így uh, itt hang, különféle hanglejtésekkel, magyar újraalkotásokkal, amit például a Bálint mutatott nekem, is eljátszák tök jól. meg ami még a mémnek a része, hogy hogyan az evolúciója miképp néz ki annak, ahogy jóda hangja, amikor meghal, átváltozik. Tehát a játékban, amikor lelövik, annak van egy ikonikus hangja a 2000-es évek elejéről, ami mémé -mé vált, és aztán meg mellé vágják, hogy 2013-ban ez az hogy újabb néz és ki? újabb legostár volt az újabb és vagy igen, Lego játékokból. Igen, 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 igen. És ja, hát itt érdemes csak ránézni arra az arcra, meg arra, hogy a 2000-es évek elején amúgy a Lego Yoda hogy nézett ki. Azt is megnéztük egy ilyen TikTok videóban, hogy összehasonlították, Üzöny. hogy 13-ban hogy nézett ki. Bezze 2002-ben nem tudom, még arca is alig volt a LEGO figurán. Szóval szerintem érdekes, hogy minek milyen az utóélete, meg hogy a, a, mémeknek milyen bugyrai vannak, mert, mert a, ketaminfüggő ketamin függő Joda, aki... Nem hiszem, a Porter függő Yoda, aki hangosan üvöltve hal meg, ahhoz képest mennyivel egyszerűbben fogyasztható a bébi Joda, aki, aki meg, nyilván azért pörög be, mert, mert emberek nézik a mandalorit amúgy, és, és, és imádják, hogy az egyik régi ikon, aki a joda, az, az hogy van prezentálva kicsiként. De egyébként az is az is mert szerintem, hogy pont ez a LEGO Star Wars videójáték, ami szerintem egyszerre az egyik legjobb LEGO, és egyszerre az egyik legjobb Star Wars videójáték is, ja. az ugye pont 2005-ben jött ki, ami szerintem pont ennek az ilyen, ilyen mémekből ö, tájékozódó, meg azt ilyen kulturális valamiként továbbvivő generációnak egy tök meghatározó emléke. Jó, azért Matka, megkérdezném, hogy az űrgolyóhókat láttad? Ismerem. Jó, jó, jó. El. Ez kitérő válasz. Képzeld el, ismerem. Ah, ahogy, ahogy tényleg, ahogy azok, közbálint. Ö... Ah, szóval láttad, vagy nem? Én nem láttam. Én egy műveletlen tuskó vagyok, bevallom. az volt, szerintem egyébként, azt, hogy az, hogy valaki az űrgolyóhókat űr nem vágja, és mondjuk Ez 95 a... után született, azt szerintem nem egy annyira igen, oh, teljesen fel, amit mondtál. Meg van állás, nem. <laughs> Na, azért mondom. Jó, azért mondom, hogy azért a, hogyan, mé, a... hogyan mémesedik a jó dal, meg ilyesmi, az az érdekes, hogy már 87-ben megcsinálták igazából az, a, a, a jó, a jó ne, Star Én Warsz inkább paródiát. arra gondolok, hogy miből... De az nem, nem fedetlen paródia. hát kicsit nem, paródia. Bilván, bilván. Most csak arra gondolok, hogy vajon a, 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 a Yoda mémesedése, az vajon mennyiben van összefüggésbe azzal, hogy az a generáció, ami mémeli, az egyébként már nem az űrgolyókon nőtt fel valószínűleg, Igen. hanem a Lego Star Wars szóval, és például nekem a Star Wars mindig is inkább a második trilógiát jelentette, mert ahhoz vannak közelebbi élményeim. na igen, ezt akartam mondani, hogy nekünk szerintem Ádám már pont az van, hogy mivel mi ugye 88-as, vagy te is, ugye? Hetes. Hetes, akkor hát időse vagy nem, tényleg. Szóval, hogy, Na, szóval hogy ugye nekünk még pont az van, hogy a 80-as évek végi mi még pont az original trilógiában nőttünk bele, viszont például tőle meg már az annyira messzi volt, hogy nekem még nem volt olyan erős kötődésem az original trilógiához, mert hogy minél én elkezdtem volna a filmeket nézni a es évek közepére, gyerekként, akkor már azért ez egy 20 éves film volt a Star Wars trilógia, vagy hát így a körül. Hát, hát igen, mert amit jelen, jelen időben értünk meg gyerekként, az a bajos. Tehát, hogy az, hogy elkezdődik az új trilógia. Igen, az Csak az meg annyira rossz volt, azt hiszem, hogy no. hát az, jó, tudom, én, más ilyen, más átnézem. Ilyen igen át kamaszként, ja, kamaszként. Hát meg ilyen első Star Wars élményként, vagy első meghatározó Igen. Star Wars élményként nyilván más. Meg azért nem emlékszem, hogy engem annyira lesz egy, egy, egy idősebb fiú, mikor mondtam, hogy na és mit gondolsz az új trilógiáról? Hát no, Jar Jar egész vicces. Mit, mondtál? Ah, mit amúgy mondtál? a Jar Jar hétet nem értem. Ezt majd megmutatom. E, erről majd egy következő adás szerintem. E, Neked mi a, a Star Wars emlék? bravúros felkérdezés. Bálint, köszönöm, hogy kérdezed. Örülök, hogy uh, is már Egyébként ö, amúgy nem hoztunk videójátékokat, pedig azt is lehetett volna szerintem. Fú. azért van egy pár jó Star videójáték. Hát akad. Kotor, fogadjunk. Kotor például, meg nyilván a... Clone Wars, a, a, vagyis nem Clone Wars, Republic Commando, bocsánat. Meg a, meg, a, meg a Jedi Survivor nyilván. Igen. Igen, de hogy a... Jedi Academy. Na, de zárója. de De ez az rájab, az rájab, az az a. nekem az Endor. Az Endor a legjobb. Pont azért, mint az Ádámnak szerintem, hogy, hogy ugye ez egy Star Wars sorozat, ami a Zsivány egyes előtt játszódik, és gyakorlatilag a Zsivány egyes es meséli el úgy, hogy már a Zsivány egyes is elmeséli azt a sztorit, hogyan jutottak a lázadók a, spin -off, spin -off, jár, Így van a, halálcsillagnak a terveihez. Papíron leírva ez ilyen nagyon felhúz, hogy mennyire korporátnak hangzik az egész, de maga a sorozat az a leges-legjobb Star Wars sorozat, amit valaha láttam egyrésztről meglepően hosszú, ez egy tök, az egy 16 rész egy évad, vagy egy nagyon-nagyon hosszú egy évad, Diego Luna benne ugye a főszereplő, de Andy Serkis felbukkan benne, a, a a csávó, a Ebon Moss Bach Bachrak, vagy igen. hogy mondják a nevét, azt hiszem, ami ilyesmi Igen, neve. igen, igen. Barom jó színészek, és az a legjobb benne, nem tudom, hogy el szereted mert akkor mindenki elkezdte a telefonját nyomkodni, hogy erről beszélek, figyeld, hogy, hogy alig vannak benne a Star Wars homokozóból a kötelező játékok. Kevésben az űrlény, meg a hülye állat, a hülye bolygó. Ez az emberekről szól. Kicsit olyan, mintha direkt kerülték, is volna, nem, hogy ne is is legyen... Szóval, hogy ne, ne, ne azt érezt, hogy itt még fel kell bukkanni a feltétlen még egy típusú űrleinknek. Itt nem éreztem azt, hogy a Kathleen Kennedy, meg, az, meg a Star Wars-nak, a disney a fejesei ott, ott álltak a késztők feje fölött, hogy srácok, itt van a checklist, ezeknek kell szerepelnie ebbe, a Star Wars, hol van a, 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 hol a cuki robot, hol a hülyén beszélő alien, ö, ö, hol a, hol a tatuin. Semmilyen. A tatuin is végre az, hogy végre sorozat, ami nem a tatuinon játszódik a Star Wars-ban. Meg, szerint, meg az is jól leírja szerintem az erejét, hogy hogy az elején akik féltek tőle, vagy úgy, Úristen, ezt majd csak úgy lehet nézni, hogy neked értened kell az egész sztorit, vagy legalább így, legalábbis képben kell lenned, olyanok mondták a második felére, azt hiszem, hogy az új, ugye több etapra bomlik az egész sorozat. Hogy, hogy, egy idő után így nagyon jó érzés, hogy így egyáltalán, tehát hogy ebben, ebben a sztoriban kell csak létezned, nem kell neked vágnod semmi más. Mi az, az asszókát azért az, az nem bírtam végignézni, mert hogy ott voltam, hogy én, 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 már évek óta darálom a Clone Wars részeket, én nem bírok többet végignézni, nem, nem, nem megy, de érdekel az asszóka, viszont nem értek semmit. Itt meg az, Andor, az Andor meg pont az volt, hogy oké, láttam a Zsivány egyest, de ez egy inkább egy akciófilm volt szerintem, és uh, itt meg azt hiszem, hogy ez egy ilyen politikai thriller-szerű valami, ahol például megismerjük a birodalom legkisebb ö, ilyen, ilyen, ilyen kis csavarjainak a működését is. Szóval hogy az a jó benne, hogy a Tony Gilroy, aki egyébként a Born filmeknek az írója, ő levitte a Star Wars-t a, a leghétköznapi ember szintjére. Hogy megmutatja, hogy, az, hogy a birodalomban az ilyen igazi irodai aktatolgató milyen az élet, meg a munkája? Az fantasztikus, hogy, hogy végre a Star Wars-t levítik egy egészen emberi szintre, és nem arról szól itt is minden, hogy az én fénykardom nagyobb, mint a tied, meg sárgább, meg zöldebb, meg az De én... Rosszak versus jók. I... Na, na, ez egy, a másik, ez na, a legfontosabb. Nagyon szürke zóna az Endor egyébként. Majdnem Abszolút. minden szereplőről ilyen nem tudod elrönteni egyértelműen, hogy hova tartozik, kivel szimpatizál, ez, ez is marha jó benne. egy baj van egy picit, nekem a, a Diego Luna nem annyira jó szerintem ő ilyen ugyanaz az egyfejet vágja végig, hogy így, mit is csinálok itt, meg hogy hát hol ki szerepel még benne a End of the Fucking World? Ki látta? Én láttam. Abból a, a főszereplő srác is benne hmm. van a, sorozatban félek, egyébként. Félek. Igen, igen, szóval, hogy így, rácsánat, nagyon jók az ilyen, ilyen, az ilyen, ilyen három részre tehát mellékszereplők. Sőt, hát azért tegyük hozzá az Andy Serkisnek a, a, jelenete a, 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 a börtönös résznek a végén, azt hogy nem 2022 legjobb tévés pillanata volt. Hát az egész börtön, az, az, az egész börtönös a azt nagyon ajánlom, tehát hogyha nem tudom, nincs időtök végignézni az egészet, mert nyilván ismerni kell az egy picit az előzményeket, de önmagában az a börtön, az a pár epizód, az kb. hibát. Én soha nem éreztem magam az ennyire közelnek a Star Wars-t, mint, mint az Endorba szól, nekem ezért ez a választás. És, és az vajon kitartotta a jó ötletnek, hogy egy univerzumban, miben van Endor bolygó, elindítsunk egy Andor című karakter hát, és De ezt alval írják, igen, ez nem olyan de, Endor, de ugyan, hogy ejtett, Vagy ilyen nagyon nehezen megkülönböztethetően kell ejteni. Igen, igen, de az a jó benne tudod, hogy, hogy amit az Ádám mondott, hogy olyan jó, hogy nem kell azon szorongonom, hogy úristen, ha én előírok egy cikket, akkor meg fognak ölni a Star Wars fanok? hogy nem vágtam, hogy az a, az a, az a igen, szereplő, hát a Star a, unokán, a, leg a, Igen, de létsz, ne, ne utáljátok minket a hülyesége pontunk ez csak egy, ez csak egy fik fikciós műsor. Köszi nagyon a figyelmet, köszi Antal Bálintnak, Kersen Máténak, és Csédi Fülöp Ádámnak, a, a, a hogy itt voltak az After Plus-ban. És Sajó Dávidnak is nagyon köszönöm. Igen, köszönöm neked Bálint, hogy ismét ez. Amúgy ez nagyon jó Bálint, tesz, Te akkor a, a, bal kezem? Wingman. Hú, Hú hát a attól attól függ. <laughs> hamarosan jövünk új témák, meg új, meg új, új, hírekkel, meg új popkult és közeledik az év vége, szóval arra is készültek, hogy jövünk nagyon hamarosan a mi saját évvégi listáinkkal, a magyar lemezekkel, külföldi lemezekkel, tévésorozatokkal. Legjobb listák listával. Legjobb listák listával, és valószínűleg videók ebbe mostágra. a, Ebben a felállásban leszünk még így együtt, az biztos. Nagyon köszi a figyelmet, sziasztok! Köszi, Sziasztok! Oh.